Üdvözlünk benneteket, nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és köszönjük ezt az élénkséget az est ellenére is, vagy ezzel együtt. Ne elveszítsetek a megosztó, kommentelő, kérdező kedvetekből, erre lesz lehetőség az előadás alatt is, illetve kérdések feltételére a majd megosztandó Slido linken az előadás közben és után is. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, köszöntsük most Kapás Kornélt, az előadónkat, fizikus PhD hallgatót, és azelőtt, hogy érkeztetek, nem sokkal épp arról kérdeztem, hogy igazából milyen napja volt, meg hogy hogy van jelen, és akkor elkezdtem mesélni, hogy elég rapszodikus az ő munkája, meg munkaköre olyan szempontból, hogy néha ilyen nagyon zsúfolt, és néha meg, és akkor itt maradt félbe a mondat. Szóval, Kornél, milyen is a te munkád ilyen szempontból? Hogy vagy most, és mit vársz az eljövendő hónaptól, fél évtől? Hát üdvözlök mindenkit, remélem, hogy hallani is lehet engem. Köszönöm szépen. Valóban így van, hogy a fizikus szakma egyik átka vagy áldása, hát ezt mindenki döntse el, hogy néhol napi 14 órázni kell, néha meg a napi 6 órát igyekszünk úgy kitölteni, hogy tényleg úgy menjünk haza, hogy volt értelme a mai napnak. Nagyon-nagyon nem kiegyenlített. Ezt a kiegyenlítettséget próbálom majd kicsit javítani azzal, hogy a következő fél évben nekem a doktori disszertációt kell írnom, talán kicsit jobban tervezhető, mint az, hogy most kijött egy új eredmény, újra kell számolni valamit, hó, ezt még mellé kéne nézni, hó, most nem tudom, micsoda, tehát a következőkben a disszertáció írásra fog sor kerülni. Remélem. És a pedagógusi vénádat az csak a MEGDESZ estjeibe csatornázod, vagy van lehetőség ezeken kívül máskor is találkozni veled az egyetemen? Van lehetőség, tehát alapvetően minden fél évben vállalok oktatást, talán ez a fél év lesz 6 év után az első kivétel, amikor nem fogok, ugye pontosan disszertáció írás miatt. Én nagyon szeretek diákokkal foglalkozni, főleg az olyan tantárgyak oktatásában, amikor már a hírhetten félnek tőle, és akkor a cél, hogy mégis a megszeressék, és úgy menjenek haza, hogy lehet, hogy nem értem, de legalább jó fej volt a gyakorlatvezető, és akkor nagyjából ezt a küldetést lehet teljesíteni. De igen, ez mindenképpen enélkül nem is lenne számomra igazi ez a pálya. És milyen a jó hallgató, vagy mi ma este hogyan lehetünk a te jó hallgatóid? Kérdésekkel. Egy jó hallgató mindig kérdez. Vagy illedelmesen, vagy durván közbeszól. Nyilván az előbbi az kicsit jobb. De egy jó hallgató mindig kérdez. Nem gáz, ha valamit nem ért, főleg egy ilyen témában. Az én fizikus hallgatóim, akik fizikát hallgatnak is, tudom, hogy sok kérdésük van, azért nem megyek föltenni, mert hogy akkor mit gondolnak a többiek, ezt kell elengedni, és mindenkit erre bátorítok. Köszönjük, főleg azért is, mert ahogy itt végignéztem a névsort, azért nem mindenki szakmabeli, sőt, és ennek én még inkább örülök. Úgyhogy legyetek bátrak, fogadjuk meg Kornélnek a tanácsát, és nem is húzom tovább az időt. Annyit hadd mondjak el, hogy az arcotokat, ha szeretnétek, felfedhetitek, de amúgy a mute funkció az így maradjon stabil és állandó, így az est egész részében, kivéve a kérdezfelelek szekciót, amikor lehet hanggal is kérdezni, és egyébként pedig ismétlem a megosztott linken keresztül tudjátok beküldeni, és az előadást követően ezeket a kérdéseket fogjuk beolvasni, a Slido-n szavazni is tudtok, és előnyt élveznek azok a kérdések, amik a legtöbb szavazatot kapják. Úgyhogy hajrá, és élvezzétek az előadást, köszönöm Gulyás Dávidnak a technikai segítséget, és Kornél, átadom neked a szót. Köszönöm szépen. Mielőtt én képernyőt osztanék meg, már is rátérnék egy gyors közvéleménykutatásra, amihez Dávid segítséget szeretném kérni. Az lesz a feladat, a megadott menti.com linken kérek választottuk arra a kérdésre, hogy arról, hogy relativitás elmélet, esetleg arról, hogy Einstein, fénysebesség, mi az első szó, ami eszetekbe jut, csak hogy kíváncsiságból. És akkor utána ezek alapján így megyünk tovább. Tehát a relativitás elmélet, Einstein, fénysebesség, bármi, ami először eszetekbe jut bátran. 42, nagyon jó. Star Wars. Csík.
Igen, 3 és megfelelően sok 0, most nem számolom, intextellel, így van. Fekete lyukok, fényév, téridő, nyelv, kifejezetten jó, igen, idődilatáció érkezett a chatbe, szó lesz róla, ígérem. Egyelőre címnézett, így van, nagyon helyes. Hát ez teljesen jó, ha gyakorlatilag nem is tudom, hogy minek kell itt előadjak bármit, itt látom, hogy a kulcsmondatok, kulcsok már réges, igen, megvannak. Fantasztikus, gyors, sci-fi. Bölcsészetek nem értető, hát ezzel nem értek egyet, majd meglátjuk. Tehát, hogy alapvetően inkább az úgynevezett bölcsészetnek sem érthető, hiszen a relatívitás elmélet és kvantummechanikát azt megszokni lehet érteni kicsit kevésbé, de azért majd igyekezni fogunk. Jó, köszönöm szépen, ez egy nagyon hasznos volt, és akkor lássuk is, remélem, hogy másodperceken belül, amennyire az internet teljesítmény engedi, megjelenik a megosztott képernyő, egy visszajelzés majd. Hagyjatok. Egyelőre még úton. Úton van, de akkor úton van. Oké. Okay. Szuper, én most már látom. Jó, igen, ez kicsit. Nagyszerű. Tehát a mai témánk az a fénysebesség közelében, akkor ez most tényleg így van a sorozatnak a második része. Ugye mindenek előtt tényleg szeretném én is megköszönni mindenkinek, aki a párjával, kiszemeltjével való vacsora helyett inkább a relatívitás elmélet mélységét választotta. Ez nagyon dicséretes, és reméljük, hogy végül meg is fogja érni. És ugye 4 előadásból fog állni ez a sorozat, és valójában mélységében egyre mélyebbre megyünk. Ugye csillagászattal kezdtünk, aztán a speciális relativitás, majd az általános relativitás, majd a kozmológia, univerzum sorsa, illetve születésével fogjuk folytatni, de technikailag, most nem értegetésképpen, ez az előadás lesz a, hát hogy mondjam, a legtöbb képletet tartalmazó, de mindent részletesen nem fogunk beszélni, és a képleteknek a szabatos megértése nélkül is természetesen egész és kerek az előadás. Ugye, tehát melyik az a fizikai elmélet, amelyet a legtöbbet teszteltünk? Ez egy természetesen a bevezető után már egy költői kérdésnek minősül, hiszen valójában mit értünk az, hogy tesztelünk egy elméletet. Van egy olyan elméletünk, hogy mondjuk egy követ ledobunk a pizai felgetoronyról, mennyi dolgot esik le, ki lehet próbálni, legendák szerint Galilei is ezt próbálgatta, és akkor ahányszor ledobjuk, annyiszor teszteltük, és akkor ezt meg lehet szépen számolni. És akkor ez mindenne, így van, természetesen egész tudományos módszertan ugye erre épül. A relativitás elmélet az egy olyan dolog, amit hát sokan szkeptikusan fogadnak, meg olyan fura, tehát tényleg nagyon ilyen kontraintuitív dolgokkal van tele, nehez lehet érteni, de igazából, ha csak a CERN nagy hadron ütköztetőre gondolunk, ahol naponta billió-billió részecskéket ütköztetnek, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az elmélet a lehető legtöbbet tesztelt, hiszen az ottani számítások mind-mind a relativitás elméleten alapulnak. Jó, tehát alapvetően a mai modern tudományban mind a tisztán elméleti, mind az alkalmazott területen a relativitás elmélet nagyon-nagyon erősen helytáll. És akkor hogy lehet az, hogy mégis ez egy nagyon támadott terület? Tehát amikor az ember tényleg fénysebességnél mi történik, az idővel mi történik, a távolságokkal mi történik, egyáltalán hogyan érzékeljük a valóságot, amikor fénysebesség közében haladunk, ez egy nagyon nehezen fölfogható dolog. Ugye a kvantummechanikához hasonlóan itt is az a probléma, hogy mi ugye nem a fénysebesség közeli sebességhez vagyunk hozzászokva, mint ahogy nem a kvantummechanikai mérgetekhez vagyunk hozzászokva, úgynevezett ilyen newtoni sebességekhez, tehát ilyen fénysebesség sokkal lassabb sebességekhez, és klasszikus mérgetekhez, tehát az atomi mérgetekhez, sokkal nagyobb mérgetekhez van hozzászokva az agyunk, ebben élünk, ezt fogjuk föl. Na most bármilyen elmélet, ami ettől távol van, ugye mind sebességskálán, mind mérgetskálán, azt esetleg valamilyen matematikai módszerrel le tudjuk írni, tudunk megfigyeléseket végezni, de hogy igazán megbarátkozni vele sose fog az agyunk. Tehát, hogyha bárkinek ilyen érzése van, hogy ez nagyon fura, meg ezt így nem lehet érteni, az nem baj, meg ez teljesen természetes. Mi is csak a matematikai képletekre támaszkodunk, van néhány megfigyelhető mennyiségünk, kísérletünk, amivel tudjuk, hogy ezeket az képleteket kell majd használni, azok működnek, és ennyi bőven elég, hogy igazán mélyen megérteni, vagy megszokni lehet csak, igen, tehát ezt mindenképpen le kell szögezni, ha rendben van. Na most
Most jön egy olyan rész, hogy ezt nagyon jól be kell tudni vezetni, hogy a relativitás elmélet az ténylegesen miben különbözik a nem relativisztikus, tehát az ilyen klasszikus fizikától. Jó, tehát ugye nem csak arról van szó, hogy ha nagyon-nagyon gyorsan megyünk, akkor minden kicsit máshogy történik, és akkor kész, hanem itt egészen fura dolgok történnek, illetve történtek még ott a fizikának a középkorában, ugye Newtonék, Fermat, meg Kepler, meg ezeknek az idején, ugye az egészen máshogy gondolkodtak a fizikáról, nagyon-nagyon jó helytálló törvényeket írtak le, ami piszkosul jól leírta a világot. Most kérdés, hogy mégis mi történthetett a 20. század elején, 19. század végén, ami így merőben földöntötte ezt az egészet. Jó, tehát, hogy az első fogalmunk, néhány ilyen fogalmunk lesz, az inercia rendszer. Az inercia rendszer az egy olyan dolog, amiben én föl tudok állítani a fizikai képleteket, hogy F egyenlő M-szer A, meg bármilyet. És akkor az inercia rendszerek olyanok, hogy átölök egy másik inercia rendszerbe, akkor az F, az M, meg az A ebben a képen esetleg lehet más, de az F egyenlő M-szer A képet viszont marad. Tehát a képletek, a törvények azok nem változnak. És akkor a Newtoni Galileik azt mondták, hogy minden inercia rendszer, ami egyenletes vonalú egyenletes mozgást végez, és kész. És hogyha meg valami gyorsul, lassul, vagy egy körhintán például én forgok, és így kifele akar engem dobni a körhintát, az még nem számít inercia rendszernek. Jó, tehát éppen ezért például egy ilyen gyorsuló vonatban az F egyenlő M-szer A képet már nem is teljesen úgy igaz, mint ahogy egy inercia rendszerben igaz lenne. Jó, és akkor volt egy ilyen nagyon kiváló gondolatkísérlet. Van egy hajónk, ami tökéletesen egyenletesen mozog a vizen, amennyire persze ez lehetséges, és akkor ebben a hajóban vannak, nem tudom, ilyen repkedő ilyen legyek, meg lehet ott biliárdozni, meg mindenféle kísérletet el lehet végezni. És az állítás, hogyha ez a hajó test zárt, akkor nem tudom eldönteni, hogy most ez a hajó az mozog, vagy tehát pontosan, hogy egyenletes mozgást végez-e, vagy pedig áll. Oké, okay, és ez jelenti azt, hogy az inercia rendszerek, azok ilyen módon megkülönböztetetlenek, tehát nem tudunk különbséget tenni köztük, mindegyikben fizikai törvények ugyanúgy helytállóak. És tényleg belülről nem is lehet megkülönböztetni. És akkor ez volt a Galilei-féle, meg a Newton-féle inercia rendszereknek az ekvivalencia szabálya. Rendben? És akkor így van, és akkor ezt fogjuk hívni. Ez nem relativitás elmélet, ez még nem, ez a relativitási elv, hogy összes mozgástörvény az ugyanolyan minden inercia rendszerben, és ebből az következik, ami itt a nagy mondás, hogy nincsen kitüntetett inercia rendszer. Jó, tehát ez fontos lesz majd az Einstein-féle elméletben is, de ez már nagyon korán kiderült. Tehát nem az, hogy a Föld egy kitüntetett valami lenne, vagy ilyesmi, mint ahogy azt régen sokan hitték, hanem semmiféle inercia rendszer nem kitüntetett, nincs speciális. Mindenben a mozgástörvények teljesen azonos alakúak. Oké. Okay. Na jó, és akkor a következő fogalmunk, inercia rendszer után, itt egy mondat, amit te meg kell érteni. Tehát melyik azok a transzformációk, amelyekre minden objektum szimmetrikus? Hát, na idén, transzformációk, objektum, szimmetria, tehát itt sok ismeretlen szó van, olyan szempontból ismeretlen, hogy ez a fizikában mit jelent. Tehát ezért persze mindegyik találkozott meg ezekkel a szavakkal. A transzformációkat úgy értsétek, hogy bármi ilyen fizikai mennyiség, mint hely, sebesség, vagy akármit, én eltranszformálok egy másik helyre, egy másik sebességet. Tehát, mint amikor az ember így arrébb megy, akkor azt úgy képzeljük el, mint hogyha egy ilyen helyi transzformáció hatott volna rá. Ezt nagyon fog elképzelni, de ezt értjük transzformáció alatt. Objektum az bármilyen fizikai test. A szimmetria pedig a következő, hogy mondjuk egy fizikai mozgástörvény, vagy egy sima fizikai mennyiség, mint hely, idő, sebesség, nem változik valamilyen transzformációra nézve. Ugye? Például, hogyha fogok egy kockát, 90 fokkal elforgatom valamelyik szimmetriai tengely körül, az egy 90 fokos transzformáció, akkor a kocka kívül nézve ez ugyanaz lesz, tehát erre a transzformációt nézve szimmetrikus. És akkor ilyen transzformációkat és ilyen szimmetriákat lehet értelmezni, ténylegesen fizikai egyenletekre is. Ezt értsétek úgy, hogyha az egész naprendszert, nem tudom, 33 fokkal elforgatom,
tehát csinálok egy ilyen transformációt, akkor változnak-e a mozgásrendjeleim, a fizika törvényei változnak-e tőle. És például kiderül az, hogy például pont nem. Tehát, hogy a földnek a sebessége az nem fogad tovább, a földnek a sebessége a nagysága, attól nem változik, hogyha elforgatom az egész nap egyszer. Tehát, hogy és ezek a transformációk, a szimmetriák, ezek nagyon fontos, hogy egy-egy elméletnek a megkonstruálásában. Jó. És akkor mik az ilyen tipikus transformációk? Úgy kérdezik, hogy van az eltolás, ezt tényleg szó szerint azt kell érteni, alattam, hogy ez jelent, ugye objektum, hogy eltolok, tehát, hogy föl tudom tenni ezt a kérdést, hogy az F1-M-A képet az érvényes valahol, és eltolom, nem tudom, 6 km-ről arrébb, akkor még ugyanúgy érvényes lesz-e. És persze tipikusan igen. És akkor a forgatás is egy ilyen transformáció, ugye előbb említettem a naprendszernek az elforgatását, van ez az időbeli eltolás, tehát hogy 5 évvel később ugyanazok lesznek el a fizikai törvényeim, esetleg a fizikai állandóim, mint fénysebesség, ilyesmi változik el az időben, ugye ez is egy jogos kérdés lehet. A másik pedig a sebesség megnövelése, és ez az, ami majd a relativitás elmélet szempontjából lesz fontos, hogyha gyorsan megyek, ha változnak el a fizikai törvényeim, az észlelésünk, hogy mit látok a világból. És akkor ez lesz a 4 olyan ilyen transformáció, amit meg kell érteni. És ezeket azért kell megérteni, mert ezekkel tudunk majd különbséget tenni a régi newtoni fizika és az új relativitás elmélet között. Rendben van. Jó. Tehát akkor volt egy nagyon neves fizikus, Emmy Noether, egy hölgy, aki nagyon-nagyon komoly felfedezéseket tett itt a transformációk és a szimmetriák között. Például azt mondjuk, hogy ha amennyiben igaz a következő, hogyha egy fizikai törvény igaz akkor is, hogyha azt eltolom bármerre, tehát hogyha én arrébb megyek egy fényével 5 méterre, 2 kilométerre, a fizikai törvények ettől nem változnak, tehát a mozgás egyenleteim, a testeknek a mozgását lévő egyenletek nem változnak, akkor azt jelenti, hogy a tér az homogén, és ebből azt következik, hogy az impulzus az megmarad. Ugye ez a tömegszer sebességet nevezük impulzusnak, ez a mozgásmennyiség megmarad. És Noether azt mondta ki, hogy minden ilyen transformációhoz, amennyiben az egy szimmetria, akkor meg fog maradni egy mennyiség. Ha a forgatás a szimmetria, tehát én elforgatom tényleg a naprendszeret, mondjuk a keringési tenger körül, és ettől nem változik meg a jellege a fizikai mozgás, ugyanúgy ilyen ellipszis pályákon kering a föld, tehát semmi nem változik meg, akkor az azt jelenti, hogy a tér izotróp, az azt jelenti, hogy irány függetlenek a mozgás egyenleteink. Jó, és ebből az impulzus momentum megmaradása következik, ez a mennyiség micsoda, ez most nem releváns, de hogy ehhez is tartozik egy mennyiség. Az impulzus momentumot azt úgy képzeljétek el, mint amikor volt az a játék régen játszótereken, hogy egy rúd és jól meg lehetett forgatni, és hogyha közel húztad magadakat, akkor begyorsultál, ha elnyomtad magad, akkor lelassultál, és ez a jelenség pontosan az impulzus megmaradásból lehet megmagyarázni. Jó, az időbeli eltolás az már egy érdekesebb dolog. Hát, hogy azt jelenti, hogy ha az időben arrébb megyek, hát múltban vagy a jövőben, tehát hogyha 5 évvel később, 5 évvel korábban, vagy 50 ezer évvel később és 50 ezer évvel korábban is ugyanaz volt a fizikai egyenleteink, fizikai mozgás egyenleteink, akkor azt jelenti, hogy az idő homogén. Mit jelentene, hogyha az idő nem homogén? Tehát azt jelenti, hogy ahogy telik az idő, mondjuk a fénysebességnek a mértéke változik, vagy a gravitáció erőssége változik az időben, ez lehetne, ez előfordulhatna. Úgy gondoljuk, hogy ez nem így van. És hogyha az idő homogén, akkor az energia fog megmaradni. Szóval ez hogy következik? A második oszlopból a harmadik az egyáltalán nem egyszerű. És akkor a harmadik a sebesség növelés, tehát hogy a sebesség megnövelésével sem változnak meg az egyeneteink, meg a releváns fizikai releváns fizikát leírom mozgás egyenletek. Ezt hívják akkor galilei féle relativitásnak. Ugye ez azzal volt kapcsolatban, hogy az inerci rendszerek között nincsen különbség, hiszen mint mondtam, hogy inerci rendszer az, ami egyenletes vonal, egyenletes mozgást végez, és hogyha egy másik sebességű inerci rendszerbe ülök át, akkor ugyanazok lesznek a fizikai egyenleteink. Tehát ha van egy hajó, ami 100 méter per szekundummal megy, jó, annyival azért ne, tehát 10 méter per szekundummal megy mondjuk egy hajó, és ott én ott patogtatok egy labdát, vagy repesnek a madarak bent, vagy valami, akkor az ugyanúgy fog érzékelni,
mint hogyha egy olyan hajóban, ami 100 méter per szekundumban menne, nem tudom megkülönböztetni. Ez az a relativitási elv. Nem van. És akkor ezek a legfontosabb transzformációk, és legfontosabb szintki elvek, és ezeket tapasztaljuk, vagy hát így gondoljuk, hogy így van, ez minden elméletben. Ennek léteznie kell. Oké? És akkor a kérdés az, ezek után, amennyiben, igen, hogy a galileiek idejében, akkor minden négyre azt mondták, hogy minden négy transzformáció egy szimmet kia. Tehát ugye a galileai féle realitási elv mondta ki azt, hogy az inerci rendszerek között nincsen különbség, a térbeli eltolást, hogy homogén a tér, azt is kimondták, az idő homogénitását is kimondták, és a forgatást, hogy elforgatom a egész rendszeremet, akkor se változik a fizika, ezt is. Na most akkor mi történt? És akkor ez az egy érdekes, hogy itt van valami, ami változni fog. Tehát a fizika melyik része nem galileai invariáns vajon? Tehát, hogy mi az, amit, hogyha egy másik sebességű rendszerből vizsgálok, akkor egész egyszerűen nem ugyanolyan a fizikája. Tehát, hogy ezt értékes lenne megvágni, hogy valaki be tudja elmondani. Hányan vagyunk? 10. Jó, esetleg valaki chatbe meg tudja írni, hogy a fizikának melyik az a része, ami egyszerűen úgy működik, hogy ha én állok, akkor észlelek valamit, és ha elindulok valami sebességgel, akkor mást észlelek, nem pedig ugyanazt. És a Baranka Gyurinak és egyéb szakmabeléknek nem szabad válaszolni. Jó, tehát egy chatben mondjátok, vajon mi lehet ez? Gondoljatok bármilyen jelenség, amit tanultatok, akár középiskolába, bárhol, hogy én állok, vagy hogyha megyek valamilyen sebességgel, nem ugyanazt észlelem. Tehát valami történik. Esetleg, nem tudom én is nézni a chatet, ugye? Igen. Oké, várunk. Metafizika, látás, Doppler effektus. Idő. Igen, ennél egyszerűbbeket is. Ennél egyszerűbbeket is gondolhattok. Ugye a Doppler effektus az nem menne rossz, csak ugye az van, hogy a maga a közeg, az, ami miatt létrejöhet ez a Doppler effektus, és maga tehát amivel közeghez képest mozog, mondjuk mentőautó, én meg nem mozgok, azért ez már nem megkülönösen kettő. De van ennél egy egyszerűbb. Na hát akkor nézzük a megoldást. Elektromágnesség. És képzeljétek el ezt, amikor én ezt először hallottam, még engem is meglepett, pedig akkor már azért érdekelt a fizika, de így belegondolok persze egyértelmű, hogy azt tudjátok, hogyha egy vezetőben áram folyik, akkor vezető körül mágneses tér fog indukálódni, ez ismert. Viszont ugye ebből az következik, hogyha ebből azt kéne következzen, hogyha szimmetrikus az egész dolog, tehát hogyha én állok, vezető is áll így mellettem, ha vezetőben elkezd folyni az áram, akkor mágneses tér generál. Jó, mi van akkor, hogyha vezetőben állnak a töltések, én is állok, és elkezdek futni a vezeték mellett. Tehát, hogy ugye az én rendszeremhez képest, tehát elindulok én egy V-sebesség, vagy 5 méter per szekundommal vezető mentén, akkor én rendszeremhez képest a vezető ugye visszafele megy 5 méter per szekundommal. Nyilván a földhöz képest nem, de hogy hozzám képest a vezető szám visszafele megy valamilyen sebessége, és az lesz a nagyon vad, hogy én akkor, hogyha mérnék valamilyen műszerrel, akkor mérnék mágneses mezőt. Annak ellenére, hogy amúgy a földhöz képest, hogy ilyesmi nem mozog a vezető. Vagy abban az elektronok. Oké, és ahogy megállok, nem mérek mágneses mezőt. Tehát itt történt egy ilyen érdekesség, hogy egészen egyszerűen a galiléféle elv itt nem teljesül. Tehát sajnos az inerci rendszereket itt hirtelen meg tudom különböztetni. Én meg tudom mondani, hogy akkor én állok, és a vezető is áll, vagy pedig én futok mellette. Tehát meg tudom mondani, hogy a rendszeremben én vagyok, az megy-e valamilyen sebessége, hiszen csak mágneses mezőt kell mérjek. És hogyha megállok, akkor meg eltűnik a mágneses mező. Tehát itt sajnos az elektromágnességben, ugye ennek ami a fénykorszakát 1900-es évektől kezdte el megélni Faradayjal kezdődően,
hogy ott nem igaz. Tehát ebben négy nagy szimmetriában az egyik az bizony nem teljesül. És ez volt az ilyen nagyon-nagyon korai felismerés, ami arra vezetett rá, hogy itt lehet, hogy egy picit máshogy kell bánni a dolgokkal, és akkor amúgy én történet megérdekesség, hogy amúgy Maxwell volt az, aki föl tudott írni önegyelteket, amik később relativitás elméletben is helyesek voltak, holott akkor még nem volt relativitás elmélet, tehát ez egy ilyen érdekes dolog. De lényeg, hogy ez így már ilyen egyszerű szinten is tapasztalunk valamit, hogy akkor itt valamit át kell gondolni. És akkor itt már lehet érezni, hogy oké, elektromágneses tér, akkor elektromágneses hullám, ugye a fény is egy elektromágneses hullám, a fény is, tehát itt már itt kezdjük mi érteni, hogy itt valami fénysebesség, elektromágneses hullámok sebessége, valami ilyesmi, ez már közel lesz, tehát ugye akkor ezt nem tudták. Tehát akkor, hogy most a fények természete, az még nagyon-nagyon korai szakaszban járt ennek a leírása. Oké, tehát akkor összegezzünk. Hogy álltunk mi a 1900-ban? Ugye 1900-ban már ez a fölismerés megvolt, hogy az elektrodinamikával valami problematikus. Jó, tehát volt egy kiváló klasszikus mechanikánk, ami tök jól össze volt egyeztethető a szimmetria elveinkkel. Ugye mi volt a szimmetria? Hogy eltolás, amiből következik a térhomogenitás, amiből az impulzusok megmaradnak, a tömegszerű sebességek, az elforgatás, amiből tég izotrópiája, tég irányfüggetlensége következett, az impulzus momentum megmaradását eredményezte, és akkor volt ugye ez a galileifi relativitási elv, ugye inerci rendszereknek azonossága, és akkor volt még a sebességnövelés, és akkor volt még az időbeli eltolás, ami az időbeli homogenitás következett belőle, és az még az energia megmaradását eredményezi. És ez tökön működő, de aztán bejött a képbe az elektrodinamika. Hogy akkor van mennyiségeink, ugye névleg az elektromos tér és a mágneses térerősség, ami bizony valami olyan mennyiség, hogy igenis függ a viselkedése attól, hogy te most melyik inerciarendszerben vagy. És akkor így állunk, és akkor ezt a hármat szeretnénk összeegyeztetni. És akkor itt kezdődnek az első gondolatok. És ugye 1900-ban vagyunk, azért már nagyon nagy koponyák ezen ugye már ezért gondolkodtak. Jó. Hát igen, az első megoldás az az, hogy jó, a klasszikus mechanikánk az már bevált évszázadok óta, ezt megtartjuk. A szimmetria elvek azok annyira szépek, hogy csak ilyen tényleg ilyen sima szimmetriákban nagyon nagy dolgokat lehet levonni, ugye az M nődér után ezt nem akarok eldobni, mert ez nagyon szép, tényleg. És akkor dobjuk az elektrodinamikát. Tehát akkor, hogyha nem tudjuk ezt leírni, akkor az valami külön állatfaj, ne foglalkozunk el. Ugye a fizikusok mindig ezt szeretik csinálni, hogy minden jelenséget próbálunk így egy nagy közös elméletből megérteni, hogy lehető legkevesebb dologból le tudjuk vezetni dolgokat. Valami nagy egyesítést szeretnénk, de itt már most belekattunk abba, hogy a sima klasszikus mechanika, mert az elektromágnességet nem tudjuk összerakni. Ami ugye probléma. Oké. Második megoldás. Van egy kiválóan működő klasszikus mechanikánk, a klasszikus mechanikát lényegű egyenletek, azok mind nagyon jól működnek, ugye Newton az F egyenlő M szegája, ugye ez egy nagyon mély dolog, ugye, tehát azt csatolja össze, hogy a gyorsulás és az erő közötti összefüggést, az hogyan működik, ugye, az most ebben nem megyek bele, ez az azért nagy dugálás, mert ugye ő volt az első, aki ezt kimondta, mert régen azt hitték, hogy ugye az, hogy mozogjon valami, az, hogy sebessége legyen valaminek, ahhoz kell erő kifejtés, Newton meg azt mondta, hogy nem ahhoz kell erő, tehát tehát a sebességhez nem kell erő, ahhoz kell erő, hogy gyorsuljon. Ugye, és akkor az F egyenlő M szegály, az F-et meg valamilyen módon megadtuk, az lehetett gravitációs erő, lehetett rugóerő, lehetett sok minden, de így nagyon-nagyon jól legyek mindent. És akkor megjelent az elektrodinamika, és akkor igazából arra is csináltunk képeteket, hogy Faraday, Maxwell, Kirchhoff, ezek mind foglalkoztak ezzel, és ott is kiválóan le tudtuk írni, csak az a baj, hogy nem tudtuk egy közös szimmetria elvrendszerbe, tehát nem tudtunk ilyen szimmetria elveket kitalálni, amiből ezek következnek. Márpedig fizikában mindig ezt szeretjük, hogy valamilyen szimmetria elveknek engedelmeskednek az elméleteink. Jó, tehát, de hogy mivel tehát a szimmetriákat nagyon szeretjük, és nagyon-nagyon elegánsak, ezért nem szeretnénk őket kidobni. És akkor kérdésünk, hogy mit lehet csinálni? Hát akkor a harmadik megoldás, hogy a elektrodinamika az rendben van, azt leírtuk, és akkor
két vagy másfél dolgot dobunk ki. Egyik, hogy a klasszikus melikával van valami gond, ott, amit nem értünk, illetve a szimmetriai elveket módosítani kell, tehát részben tudjuk csak megtartani, amit szeretni. És akkor valahogy ki kell tenni egy olyan elméletet, ami a klasszikus melikának egy bővítése, kiterjesztése, egy módosító szimmetriai elvnek engedelmeskedik, és az elkülönítmikával is össze lehet egyeztetni. És akkor lehet sejteni, hogy nagyjából merre felé tartunk, hogy mi lesz ez. És akkor az az érdekes, hogy akkor, és mindez egy olyan elmélet kell legyen, ami amúgy határesetben a visszaadja a régi klasszikus mechanikát. Tehát ez nagyon fontos. Kitálok egy új elméletet, annak határesetben mindig vissza kell adni. Tehát kitálok egy olyan elméletet, ami nagyon nagy sebességekre jól leírja a rendszert, akkor ugyanazokat a képleteket használva a kis sebességre vissza kell kapjam a régi Newtonék, hiszen Newtonék szintén jól írták a valóságot, hát a valóságnak azt a részét, amit ugye ők megtapasztaltak. És fölépítettek el modelleket, és ugye minden fizikai elmélet csak modell, nincs végső valóság, sose nem is lesz, szerintem. Ezt mindig ezben kell tartani, és mindig valamilyen tartományon tudjuk leírni jól a dolgokat. És akkor nézzük meg, hogy akkor hogy tudjuk ezt megcsinálni. Egy elmélet kell, ami elektrodinamikát jól írja le, klasszikus mechanikának a kiterjesztése, tehát a módosítani kell, és egy új szimmetriai elvnek felel meg, vagy új szimmetriai elv ből következik. Jó, na de ezelőtt. Ugye új fogalmunk, ugye mikor eddig, ugye volt eddig az inercia rendszer, a transformációk és szimmetriák, amit érteni kell, és akkor a új fogalmunk, ami ott kell, az a téridő. Most ez ugye külön-külön eddig már eddig ismert, hogy téridő, ugye térre tudtuk, hogy micsoda, időre tudtuk, micsoda, ugye volt rá egy külön. Mindegyikre volt egy külön szimmetriánk, hogy akkor a térnek a hogy az egész rendszeret eltolom jobban balra, ugyanazokat a fizika, tehát a tér homogén, az idő is homogén, és akkor egyébként következik az impulzus, másikból az energiamegmaradás. És akkor ami az érdekes lesz, és ezt már amúgy a 1800-as évek végén néhány fizikus is felvetette, hogy mi van, hogyha ez a tér meg az idő igazából nem is viselkedik annyira másképpen. Mert ugye eddig teljesen eszparáltan gondoltunk rá, természetesen, hiszen ezt tapasztaljuk, hogy az idő az valahogyan egy megfoghatatlan objektív, mindennel kívülálló dolog, és az, hogy vannak történések a világban, tehát a fizika világban vannak történések, ahhoz kapcsoljuk hozzá, hogy van ilyen, hogy idő. De hogy az hogy a térhez bármi köze lenne, azt nem nehezen gondoljuk. De ha meg belegondoltok, hogy ha meg nincs tér, tehát nincs semmi az univerzumban, akkor ugye nincs, ami az időt mérnénk. Tehát ez kicsit olyan furán hangzik, de az időmérése, ahhoz kell az, hogy létezzen valami. Ugye például a térben, tehát hogy itt már lehet igazán, hogy némi kapcsolat van, és ugye ez az a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg ezt valahogyan egybe kezelni, és akkor ez a mávos vonatos kép nagyon jól jött itt a kommentekre reagálva, hogy a máv is fénysebesség, tehát ez egészen hibátlan. Nagyon sok ilyen vonatos példánk lesz, hogy a kalóz mit lát, utas mit lát, és akkor miatt teljesen összeállt a kép. Nagyon profetikus volt ez a díjösszeállítás. Rendben van. Tehát akkor téridő fogalmát. Tehát vagy a térk, meg az időt, próbálják meg egybe kezelni. Ez a feladat. Oké. Na, és akkor most jönnek a kis rajzok. Ugye a speciális relativitás elmélet az egy, és én nem mondtam ki, hogy az mitől speciális, és mitől relativitás elmélet, azt már mindjárt mondom, de hogy az egy piszkosú, bonyolult szerkezeti dolog, és a hogy tisztességesen leírni, megérteni, azért az nehéz. De amivel jobban meg tudjuk érteni, azok a kis rajzocskák, és ugye úgy fogunk elmenni meg az előadásról, hogy mindenki majd ki tud ilyeneket rajzolgatni, hogy valamilyen sebességgel megy valaki, akkor másik hogy érzékeli az ő idejét, a saját idejét, mindenféle furcsa dolog lesz. De akkor kezdjük is el. Tehát először is itt van két rajzocskánk, amin be fogom mutatni, hogy a téridőt hogy tudom egybekezelni egy darab rajzon. Ez itt még semmi relativitás elmélet nincsen, ez egy sima Galileiék által jóváhagyott normális dolgok lesznek, ahol majd egyfajta transformációt fogok csinálni. És akkor kezdjük is el. Na. A kék tengely az én időtengelyem, itt mérem, hogy telik az időm. A vízszintes tengelyem, a kék x, ez az én x koordinátám, most csak x-re jelöltem, tehát látjátok, hogy ez térben egy egydimenziós mozgás, tehát egy vonalon mozgok, oké? Tehát itt tényleg egy számegyenes mentén mozgok, mondjuk. Mert megvan, és akkor ha én egy helyben állok,
mondjuk az x1-ről 0 pontban, akkor az én koordinátám az úgy fog változni, hogy szépen idő fölfele megy. Ugye, mert nem változik a helyem, de az idő meg szépen változik. Itt nyilván az a szokatlan, hogy a függőleges tenger van a t, viszintesen az x, de ennek már lesz értelme. Ha meg valamilyen sebességgel haladok, akkor az azt jelenti, hogy egy kis argumentik egy x, valamennyi x az x tengen, és az idő is telik, tehát akkor valamilyen sebességgel megyek, akkor az egy ilyen ferdebunnal lesz. És minél meredekebb, annál gyorsabb, hiszen annál kisebb idő alatt teszek a nagyobb távolságokat. Jó. Tehát akkor egy zöld pont fog jelenteni a téridőben egy pontot, ugye? Tehát egy adott időt, egy adott helypontot. Oké. És akkor az a kérdés, hogy mi történik, hogyha én vagyok a kék rendszerben, és az egyik spanon meg a piros rendszerben van. És ezek egymáshoz képest valamilyen sebességgel mennek? Tehát én, mondjuk én állok, és ő megy mellettem el valamilyen sebességgel, vagy ő áll, és én megyek mellette valamilyen sebességgel, ugye ezek szimmetrikusak, tehát nem tudom alapvetően megkülönböztetni, hogy most én állok, és ő megy, vagy ő áll, és én megyek. Ezt úgy képzeltek el, hogy az űrben én megyünk egymás felé, és ott nem tudod megmondani, hogy te most igazából állsz, meg ez ilyen relatív, hogy mihez képest állsz, ugye, tehát ezt kell érteni. És akkor az a kérdés, hogy én mit látok, hogy neki hogy telik az ideje, és hogy neki hogy változik a helye. Ugye ezt azért mindenféle ábrák nélkül is az ember el tudja képzelni, hogy én állok egy helyben, elmegy mellettem 5 méter per szekundummal valaki, akkor tudom, hogy 2 szekundum múlva 10 méterre lesz tőlem, tehát annyira nem nagy dolog. Tegyük fel, hogy ő a piros rendszer, és ő a saját rendszerében mindenki áll. Oké, tehát hogy azt ne felejtsük el. És akkor azt úgy képzeljétek el, hogy arra vagy kíváncsi, hogy az én rendszeremből én őt hogy látom, hogy ő hogy engemet, egy darab trükkünk lesz. Az, hogyha ő valamilyen sebességgel megy, ugye mondtam, hogy egy adott sebességű mozgás egy ferde vonal felel meg ezen a koordinátorrendszeren, akkor az ő ferde vonalát berajzolom ilyen vastag pirossal. Oké? Okay. És akkor, hogyha ő mondjuk és akkor ezt berajzoltam, és tehát magam olyan, hogy az időtenget elferdítettem volna, és akkor mit látok? Azt látom, hogy mondjuk a zöld pötty az ő, akkor az én rendszeremből azt látom, hogy a X veszélyben, illetve a T veszélyben van, az ő saját rendszerében, azt hogy tudjuk megkapni, hogyha a pirossal párhuzamosan vetítjük le saját magát, és akkor ő magának pedig az ő X, saját X-jében van, mondjuk egy méterre az origótól, vagy valami. Jó? És akkor ugye, hogy ez a zöld pötty az mondjuk halad valamilyen sebességgel valamire, akkor ki lehet számolni, hogy az X is változik, az ő, igen, tehát hogyha ez a zöld pöttyt valódat látjátok, hogy itt megy még tovább, akkor azt látom, hogy ha levetítem a saját x tengelyemre, akkor az x vesző az nő. De hogyha az övé, az ő x tengelyre vetítem rá, így ferdén, akkor az még nem változik, hiszen ő a saját rendszerében áll. Ő mit lát? Ő is azt látja, meg azt látja, hogy én megyek valamilyen sebességet, de visszafele, ezért rajzoltam visszafele kék tengelyt. És hogyha ő azt látja, hogy a zöld pötty az én vagyok, és én megyek így visszafele, és a zöld pöttynek, hogyha levetítem a ő tengelyére, akkor az X, piros X, ez neki az csökken. Míg az én rendszeremben, ha kékkel párhuzamosan vetítem le, akkor az X vesző meg áll. Tehát akkor ő azt látja, hogy én haladok visszafele, és én meg a saját rendszeremben állok. Itt meg azt látom, hogy ő halad valamelyre, illetve ő a saját rendszeremben áll. Vagy a saját rendszeremben mindenki áll. Oké, okay, és akkor ugye akkor ezt így kell képzelni. De úgy is lehet mondani, hogyha ez a zöld pötty, ami itt van mondjuk a jobb oldali ábrán, a piros rendszerből nézzük, hogy a zöld pötty ez egy valamelyre halad, akkor mindig egyetlen dolgunk van, egy dolgot érzettek meg, a saját rendszerünk mindig derékszögű. Az, hogy nekem hol van valami, ezt úgy kapom meg, hogy merőlegesen vetítek le X-re, megkapom az X-et, merőlegesen T-re megkapom a T-t, és hogyha meg valaki valamilyen sebességgel megy hozzám képest, akkor az, hogy ő mit lát, vagy én mit látok, azt úgy kapom meg, hogy berajzolom a sebességek megfelelően ferde tengelyt, és ferde tengely mentén vetítek. De az időtengely mentén ugyanúgy, tehát mivel az X tengely nem változott, az a párhuzamosan szintén úgy kell vetíteni, hogy vízszintesen. Tehát igazából ez kicsit ilyen megbolygatja az agyat, hogy akkor ez most mi a fene, de ez egész csak arról szól, hogyha hozzám képest megy valaki valamivel, akkor azt látom,
hogy az ő helye változik, ő meg azt látja, hogy az én helyem változik, de az időnk az ugyanúgy változik. Tehát a tényleg a térsz az ugyanúgy változik. Hiszen ez az X-tengelyek minden esetben viszintesek voltak. Tehát ugyanúgy telik az időnk, de helyünk nem ugyanúgy telik. És most általuk el a zsargóba, hogy a hely is telik, meg az idő is telik. Tehát kicsit a tégidőre olyazva. Jó. És akkor a képetekben ez még kávé egyszerűbb is. Tehát, hogy az X az függ attól, hogy ki a megfigyelő, hogy melyik inercia rendszerben van, de tényleg. Az ő helye az úgy fog változni, hogy eredeti hely plusz a sebességszeg idő. A másik meg azt látja, hogy a másik helye mínusz sebességszeg idő, hiszen ugye azt látja, hogy másik irányba megy. Oké, tehát hogy ennyire egyszerű a transformáció szabály, ugye ez az ilyen sebességelvű transformáció. Tehát a sebesség összeadása nagyon egyszerű, hogyha a földhöz képest a V-sebességgel megyek előre, és másik majd földhöz képest a W-sebességgel jön visszafele, akkor a saját rendszerükből úgy látják, hogy V plusz W-sebességgel fognak ütközni, hogyha összeütközne. Ez ennyi a Galilei-féle sebességtranszformáció. És ugye ugyanezt lehet leolvasni az ábrákról is, és nincsen tévessző, csak té van. Látod, tehát univerzális időtelés van. És akkor a gondolat az volt, hogy mi van, akkor ja igen, és akkor itt tehát mi van akkor, hogyha irgalmatlan sebességeket használok. És ugye már itt az elektromágneses példa is kicsit rámutatott arra, hogy ott valami trükkös van. És akkor kérdés. Egy űrhajóban ülsz, ami majdnem fénysebességgel halad. Fölkapcsolsz egy reflektort, akkor mi lesz a fotonok sebessége a földhöz képest? Tehát egy valamilyen földhöz képest megy űrhajó a földfelszínnel várhuzamosan jó gyorsan, és fölvillantja a reflektort, akkor a fotonok milyen sebessége mennek a földhöz képest. Lehet bedobni megint csak a csehbe gyorsan válaszokat, A, B, C, D, itt persze kükkös, tehát hogy a C az most működ lesz válasz. Mit gondoltok? Melyik a helyes válasz? Tehát lehet az, hogy ugye majdnem két C-vel, ugye a Galilei-féle sebességösszeadás alapján, lehet az, hogy csak simán C-vel, lehet az, hogy nulla, vagy hogy ilyenkor nem is tudjuk bekapcsolni a reflektort. Igen, érkezett néhány válasz. Nagyon jó. A legtöbben a B-t mondták, pedig a válasz a C. Igen, nem. Tehát a fénysebesség, tehát a C sebességgel fog menni. És itt ez egy dolog, tehát hogy nem úgy adódik össze, mint az ember gondolná, mert földhöz képest is azt látom, hogy C-vel megy, és az űrhajóval nézve is azt látom, hogy C-vel megy. És akkor ez teljes agyhalál, hogyha egy vonat csak simán 10 méter per szekundummal megy, ledobok róla egy labdát 5 méter per szekundummal, akkor az a földhöz képest 15-tel fog menni. Még a vonatról azt látom, hogy 5-tel dobtam el. Itt meg a fénysebességhez közel megy a hajó, és világítok a lámpával, azt látom, hogy a lámpából kijövő fotonok is fénysebességgel mennek, tehát tőlem fénysebességgel mennek el. Míg valaki a földről néz, azt látja, hogy a hajó is fénysebességhez közel megy, és még a fotonok még szintén fénysebességgel mennek földről nézve. Tehát nem ugyanazt érzékelik. Tehát itt van az, hogy a Galilei-féle inerciarendszeres elv, az már nem egészen igaz. És a kérdés, hogy akkor mégis mi a fenét kell módosítani, hogy ez az jó, hogy ezt jól tudjuk érteni, vagy legalábbis leírni. És akkor valóban C a helyes válasz, vagy a B, aminek a C, igen. Jó, és akkor Einstein trükkje. Ugye a klasszikus Mannekő grafikonon, ahol a tengelyekkel szórakoztunk, hogy ahol én állok, az a koordinátorrendszer mindig derékszögű, a másik koordinátorrendszere, hogyha valami V-sebessége megy, akkor elnyekkentettem az időtengelyt, és akkor a tengelyekkel párhuzamosan vetítgettem, és ilyen módon meg tudtam kapni, hogy egyik és másik koordinátorrendszerben ki mit lát. És ebből jött ki az, hogy a helyen változása az, hogy az X plusz V szerté, vagy X minusz V szerté, de a T egyelőtt és T most T veszett, az nem változik. És Einstein trükkje az, hogy mivel a megdöntött T tengely az azt eredményező, hogy az X és X egyszer különbözik, akkor megdöntöm az X tengelyt is, és a T és T vesző is különbözni fog. Ami azt jelenti, hogy egyik koordinátorrendszer a másikhoz képest valamilyen sebességgel megy, akkor az én koordinátorrendszerem, ahol én állok, az derékszögű, de a másik koordinátorrendszere,
Az meg ilyen mindkét tengelyben elnekkentett koordinátorrendszer lesz, mint ez a piros itt. És akkor itt is az lesz a szabály, hogyha meg akarom nézni, hogy ő mit észlel, akkor ő saját tengelyével párhuzamosan vetítek. Hát is ennek ez teljesen durva. Jó, akkor ezt kicsit értsük meg. Itt az a két zöld pont, ezeket úgy hívjuk, hogy események a téridőben, ugye hiszen mindegyikhez egy konkrét T és egy konkrét X tartozik. Rendben van. És akkor az én koordináta rendszerben történt két esemény, ez az egyik zöld, meg a másik zöld. Ez én saját X-tengelyemre levetítem, így. Hogyan vetítem le? A T-tengelyel párhuzamosan vetítem le. És ha megnézem, milyen különbség a kettő között, akkor kapok egy delta X-et, mondjuk 3 méter, vagy valami ilyesmi. A saját X-tengelyemmel párhuzamosan levetítem a saját T-tengelyemre, akkor meg kapok egy delta T-t, mondjuk 2 másodperc. És ha ez 5 méter volt, és 2 másodperc volt, akkor az 5-2 méter per szekundummal kell haladni, hogy ezen a két ponton így átmenjek. Az, hogy miért van behúzva az egy 45 fokos egyenes, arról meg mindjárt beszélünk. De ez a kérdés, hogyha hozzám képest valaki V-sebességgel megy, akkor a kérdés, hogy ő mit lát ugyanerre a két eseményre. Az ővé akkor el van nyekkentve, és akkor hát nézzük meg, hogy akkor ebben, és ő minél nagyobb sebessége megy hozzám képest, tehát a kék koordinátorrendszer, a piroshoz képest minél gyorsabban megy, annál jobban össze akar így csukódni erre a fekete vonalra. Jó? Ha a fénysebességhez közel vagyok, akkor szintén teljesen össze van csukódva erre a fekete vonalra. Rendben van. És akkor mit látok? Ilyenkor az ő T-tengelyével párhuzamosan kell vetítenem. Tehát akkor így levetítem, így látjátok, az ő T-tengelyével párhuzamosan, az X-tengelyével. És akkor a másik vetítés pedig az ő X-tengelyével párhuzamosan vetítek. És akkor kapok egy delta X vesztőt, vagy egy delta T vesztőt, ami igazából kisebb lesz, mint az eredeti delta X és delta T. Tehát én érzékelek mondjuk 5 métert, itt delta X, mert mondjuk kicsit kevesebbet érzékel. Ugyanúgy delta T-re is egy picit más fog érzékelni. Jó, és akkor látjuk már, hogy itt már az időt is máshogy érzékeli, vagy a helyet máshogy érzékelem, azt ugye értem, mert persze, hogy máshogy érzékelem a helyet, hogy én állok, mert 0 méterben vagyok, és hozzánk képest valaki halad, akkor ugye én azt látom, hogy neki a helye, ugye, hogy növekszik és növekszik és növekszik, ő meg azt látja, hogy én megyek hozzá képest máshogy, és akkor máshogy telik a helyünk, vagy máshogy változik a helyünk. De igazából ebben az esetben az idő is máshogy fog telni. Tehát, hogy más ez az időérzékelésünk. Mindig ez a saját időm, mindig ez a másiknak is egy saját idő, és hát nem ugyanúgy fog telni. Tehát gondoljatok bele, hogy ezek a zöld pontokat én úgy teszem le, hogy másodpercenként van egy zöld pont, vagy akár úgy, hogy az X nem is változik. És függőlegesen leteszek zöld eseményeket, vagy másodpercenként egy fölvillanást, vagy valamit, az a másik nem egy másodpercenként fog érzékelni, hanem sűrűbben, ritkábban, vagy ilyesmi. Oké? Na. Tehát akkor ez a trükk, és akkor ezeket a rajzokat így kell érteni. És akkor igen, ha valami éppen fénysebességgel mozog, akkor ez egy 40 fokos egyenesre így összecsukódik ez a két ábra. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy Einstein azt mondta, hogy ami a téridő, az egy dolog, egy kategória, ezért valahogyan ugyanabban is kéne mérni őket. Tehát ez nem lehet, hogy egyik másodperc, másik szekundum, vagy ilyesmi. És akkor azt mondta, hogy igazából az időt azt mérjük ilyen fénysebesség egységekbe. Tehát ne is a T legyen itt, hanem valami C-szer T legyen itt. Ugye C-szer T az már is ugye méter mértékegységű. Ha a T-re egy évet írok be, akkor pont egy fényévet kapok, vagy ilyesmi. És ugye igazából C-szer T-t írok, és akkor méter lesz a függőleges tengén, és méter lesz a vízszintes tengén is. És akkor már lehet érteni, és akkor tényleg a 45 fokos egyenes lesz az, ami a fénysebességnek felel meg. Minél meredekebb egy egyenes, annál gyorsabb az út, minél annál lassabb, minél meredekebb, annál gyorsabb, és fénysebességnél gyorsabban nem tudunk menni. Jó, és akkor itt akkor be lehet nevezett ilyen fogalmakat, hogy mi az a két pont, ami úgymond időszerűen van elválasztva, időszerűen elválasztott eseménynek hívjuk azt, amikor lehetnek egymás okai. Tehát, hogy amikor egyik esemény okozhatta a másik eseményt. Ez mikor nem lehetséges, hogyha egymás mellett vannak, hiszen akkor végtelen sebességgel kellett volna is egyik a másik. Az azt jelenti, hogy valami egyszerre történt, akkor nem lehetett egyik oka a másiknak. Ugye ezt értjük, tehát hogy ez nem lehetséges. És akkor mit jelent ez a C? Ugye C, tehát valójában itt van egy érdekesség,
hogy a C valójában a maximális sebességkülönbség két inerciarendszer között, vagy két vonatkoztatási rendszer között. Két vonatkoztatási rendszer egymáshoz képest nem megy gyorsabban, mint C. És technikailag ehhez a fénynek igazából nincsen köze. Tehát ehhez igazából a gravitációs hullámoknak, tehát a gravitációs hullámoknak van ez igazából közel a téridőhöz. És nagyon-nagyon pongyolán szóval, ez kicsit olyan véletlen egybeesés, hogy a fotonok is éppen C-vel mennek. Persze azért ez nem véletlen, de hogy a téridő szerkezete szempontjából a C az inerciarendszerek, tehát vonatkoztatási rendszerek közötti maximális sebesség. Igazából, ami egybeesik azzal, amivel a fény halad. Éppenséggel. Jó. Na hát látjuk, hogy akkor itt elnyekken az idő meg az X-tenge is, és akkor amit én valamilyen időtelésnek érzékelek, az már másik nem úgy fog érzékelni. Hát akkor mi következik ebből például a sebesség összeadására? Ugye eddig az volt, hogy én B, az meg egy helyben áll, az vagyok én, hozzám képest balra megy 3/4 C-vel az A, 3/4 C-vel megy balra ez a nagy zöld doboz, akkor ugye azt látnám, hogy az A és a C-nek a relatív sebessége ugye 6/8 C lenne. Tehát az A azt látná, hogy a C, az egy nagy zöld doboz, ez hozzánképp is 6/8 C-vel megy. De ugye, előbb mondtam, hogy a mindenféle bármilyen vonatkoztatási rendszer közötti sebesség nem lehet nagyobb, mint C. Akkor hogyan néz ki? És akkor ugye Newton azt mondaná, hogy hát ebből az jön ki, hogy 3/2 C, de hogy ez nem egység, és Einsteinnek van egy nagyon-nagyon trükkös összeadási képlete, hogy nem simán V plusz dupla, nem simán összeadom, hanem leosztom még valamivel. Azt, hogy miért, de nyilván az most lényegtelen. És akkor igazából az jön ki, hogy 24/25 C. Ezt látja az egyik doboz a másik dobozra. És ez egy olyan formula, hogy ha ebbe beírok C-t, akkor az jön ki, hogy 2 C, igen, plusz 1 plusz C nézet, és itt valami nem te. Igen, tehát ebben az jön ki, hogy ez az U, bármiket írok be ide, ez nem tud. Ez nem tud egyszerűen nagyobb lenni, mint C. Nem van. Tehát, hogy a Einstein-féle sebesség összeadás képet, az úgy működik, hogy mindig C-nek is sebegedményt fog adni. És akkor ez is azokból az tengelyeldöntőkötős dolgokból következik. És akkor másik érdekesség, hogy nagyszerű, ha máshogy telik az idő, ezek az utolsó bonyolult képetek, de azért mindenképpen meg akartam mutatni. Máshogy telik az idő, máshogy telik a tér, itt akkor már elég nehezett érteni, hogy mi a helyzet az energiákkal. Ugye jó Newton azt mondta, hogy a mozgásból származó energia az 1/2 tömegszeres sebesség négyzet, ugye ez ismerős, és akkor Einstein azt mondta, hogy nem teljesen, hanem igazából a mozgásból származó energia, tehát a kinetikus energia, az valami gamma szor mc-nek c négyzet, ahol gamma ez a csúnya gyökös valami, ahol az 1 per gyök alatt 1 - V négyzet per c négyzet szerepel. Igen, köszönöm Dugynek a javítását a sebesség összeadáshoz. És ez a gamma faktor, ezt hívják amúgy Lorentz faktornak, most miért a Einstein faktornak, ez is egy történelmi finomság, és akkor igazából az derül ki, hogy a nullánál, tehát nulla sebességnél ez a gamma faktor, ez egy, ha nagyon-nagyon-nagyon közel van a C-hez, akkor ez a gamma faktor majd végtelenre növekszik. Oké, és akkor ez mit jelent a kinetikus energiám, az Newtonnál növelem a V-t, akkor V négyzettel növekszik. Az energia persze végtelen sebességű, végtelen energia jön ki. Oké, hát ezt elhiszik. De az Einsteinnél már C sebesség közelében is végtelen energia. Tehát véges sebességű, már végtelen energia jön ki. Tehát ezért nem tudom elérni a fénysebességet, hogyha valami juhajóval megyek, mert ez végtelen energia kéne hozzá. Oké, és akkor mi van, ha állok egy helyben, tehát V egyenlő nulla, akkor jön ki az, hogy nem az jön ki, mint Newtonnál, hogy a kinetikus energia akkor zérus, hanem az jön ki, hogy ez a kinetikus energia az bizony m-szer c négyzet. És ez a híres egy m-szer c négyzet az adott inerciarendszerben nyugalomban levő testnek az a nyugalmi energiája, és már egy véges szám. Ami bizony át tud konvertálódni kinetikus energiával, például amikor felrobban egy atombomba, vagy összeütközik két proton. Jó. Igen, kicsit be kell húznunk. Akkor
a tengely elnyekkentésből következik egy nagyon fura dolog. Méghozzá az egyidejűség relativitása. Hogy mi az, ami egyidejű. Nézzük ezt az A és B eseményt. Enyém a kék koordinátorrendszer. Oké, tehát az én koordinátorrendszerben az A meg a B, látjátok, hogy egy időben van, két különböző helyen. Tehát egyszerre történt. Ha hozzánk képest valamilyen sebességgel megy egy másik koordinátorrendszer, akkor ezt egy ilyen elnyekkentett koordinátorrendszerben kell nézni, és az ő tengelyi alapján kell levetíteni. Ha te T-tengellyel párhuzamosan vetítek, akkor persze lesz valami delta x-en, tehát lesz valami helyi különbség, ezt elhisszük, de ha az ő x-vesző tengelyével párhuzamosan vetítek, akkor még időkülönbség is lesz. Tehát a piros az úgy érzékeli, mint hogyha B előbb lett volna, mint A. Amikor a másik irányba megy koordinátorrendszer, tehát a másik irányba nyekken, és úgy vetítek, akkor meg az A van előbb, mint a B. Tehát még az én rendszeremben egyszerre volt, addig attól függően, hogy merre megy ez a másik illető, ő érzékelheti azt, hogy az A volt előbb, vagy a B volt előbb. És akkor ez azért nagyon-nagyon fura, mert hogy akkor ez milyen helyzet az okokozati dolgokkal. Tehát ezt majd, erre majd visszatérünk. Tehát, hogy akkor, ahogy most, ha valami egyszerre volt, akkor nyilván nem lehetett oka egyik a másiknak, és a másik koordinátorrendszerben mi van? Tehát egyik el volt, mint a másik. Na, majd mindjárt visszatérünk rá. Igen, és a kauzalitásra még egyéb gondok is lesznek. Például az idődilatáció kérdése. Tehát, hogy azt láttuk, hogy máshogy telik az idő egyik és másik koordinátorrendszerben, hogyha valaki jó nagy sebességgel megy el tőlem, akkor én ugye azt fogom látni, hogy neki lassabban telik az ideje, és ő is azt látja, hogy nekem is lassabban telik az idő. Tehát elmegy egy űrhajó, és szimmetrikusan. Tehát ő is azt látja, hogy a Föld megy el tőle, a Földön azt látom, hogy a rakéta megy el tőle. Oké? Okay. És akkor mindegyikünk azt látja, hogy másiknak lassabban telik az ideje. És akkor van egy, és eddig teljesen szimmetrikus. Eddig nem tudjuk megkülönböztetni a vonatkoztatási rendszereket, a rakéta megy el, vagy a Föld megy el a rakétától, itt nincsen még különbség. Viszont van az a híres paradoxon, opa, plusz egyet, igen, opa, oké, okay. Hogy mi van, hogyha megy a rakéta, az a visszafordul, és visszamegy a Földre, és akkor az lesz, és ki lesz fiatalabb. És az az állítás, hogy aki az űrhajón volt, az bizony fiatalabb lesz. Tehát neki a saját ideje az úgy tett, hogy lassabban, mint aki a Földön van. Holott ebben szimmetrikus a dolog. Tehát a Földről azt látom, hogy rakétából lemegy vissza, jön, a rakétából azt látom, hogy ugye a Föld megy el, meg jön vissza, és mégis lesz egy nem szimmetrikus szituáció, méghozzá az, hogy a Földön levő ikerpár idősebb lesz. De úgy jelentősen. És akkor itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy itt van egy szimmetriának egy megsértése. Tehát ez tényleg így van. Tehát ez tényleg így van. És tényleg úgy van, hogy mindenki azt látja, hogy a másiknak telik lassabb az ideje, de van egy pont, amikor megfordul a rakéta. És ugye a rakétának ott üzemanyagot kell égetnie, hogy lelassuljon, majd visszagyorsuljon. Tehát én az űrhajón belül érzékelek egy lassító erőt, hogy neki kenőt egy a falnak. Még a Földön, te hiába látod azt, hogy a Föld ment el messzire és jött vissza, a Földön senki nem érzékelt semmilyen erőhatást. Ilyen módon látjuk is, hogy a gyorsuló koordinátorrendszerekben már nincsen ez a relativitási elv meg, tehát nem lesz szimmetrikus. Igen, egy kis ízelítő, hogyha valaki a gyorsuló koordinátorrendszereknek a szimmetrikus dolga, egy koordinátorrendszeres érdekességét akarja meghallgatni, a következő adáson az általános relativitás elmélettel kapcsolatban ezt meg fogjuk fontolni, hogy ott milyen helyzet. De az a lényeg, hogy itt megsértődött a szimmetria, hiszen egyik helyen érzékeltem erőhatásokat, másik helyen nem érzékeltem. Ugye, és ilyen módon, még a Föld az végig inerci rendszer volt, a rakéta inerci rendszereket váltott, hiszen egyik gyorsulással átváltott egyikből a másikba, ilyen módon elérve azt, hogy öregebb lesz az ikerpárja, miután visszaért. És ugye ez az idődilatációval. Idődilatáció az, amikor az idő skálák megváltoznak. Rendben van. Ugye ilyenek miatt lehet az, hogy például egy kozmikus mion,
az a keletkezik mondjuk a légkörbe, és leég a földre simán, holott elvileg, hogy ez jó gyorsan megy, már néhány száz méter után elkeltem a bomolja, mert nagyon-nagyon rövid ideig él. De mivel olyan gyorsan megy, hogy azt látja, hogy a megtett távja így összenyomódik. Ez meg a host kontrakció, és úgy érzékeny, hogy kevesebbet tett volna meg. És ezt meg ugye vegan megteszi ezt a távolságot, mielőtt ő elbomlana. Tehát ilyen fajta bizonyítékek vannak, hogy ez működik. Ugye, és a host kontrakció az ugyanez. Tehát, hogyha jön felém valaki jó gyorsan, akkor nem az eredeti hosszát látom, mint amit ő érzékes saját magába, hanem egy összenyomódott host. És akkor erre nagyon jó példa, hogy a gonosz kalauz, vagy gonosz manó, aki áll egy hegyen, és a hegyen pedig van egy alagút. Egy 100 méter hosszú alagút mindenkét végén zárható ajtókkal. És akkor jön egy 120 méter hosszúságú vonat, és akkor a vonat ugye az saját magának a rendszerében azt látja, hogy 120 méter, tehát összességében nem férne be az alagútba, hogyha benne zárva az ajtó. De a manó azt látja a hegyről, hogy jön felé valamilyen nagy sebességgel egy vonat, és a relativitás elmélet szabályai alapján egy hozzá képes sebességen mozgó objektumot ő rövidebbnek lát. Például össze kontrahálódik 90 méterre. És azt csinálja Manu, hogy beért 90 méteres vonat, 100 méteres alagútra, és bezárja mind a két ajtót, de aztán meg is sikerült a szívé, és inkább kiengedi. Aztán megy tovább a vonat. És az a kérdés, hogy Manónak a szemszögéből volt egy pillanat, amikor mind a kettő ajtó be volt zárva, és a vonat befért, míg a vonat szemszögéből ez nyilván lehetetlen, mert ő szemszögéből ráadásul még az alagút kontrahálódik össze, tehát alagútat látja rövidebbnek. És akkor kérdés, hogy ennek olyan minden a feloldása. És ennek is az egyidejűség relativitása lesz a feloldása. Hiszen a manó szemszögéből egyszerre csukottak le az ajtók, míg a vonatvezető szeméből vonatvezető azt látja, hogy először csukódott le az első ajtó, amikor ment oda, majd kinyílott, és ahogy ment tovább, és miután benne volt félig, csukódott le az ajtó, és nyílt megint ki. Tehát, hogy a manó szemszögéből egyszerűen csukottak le és vissza, a vonat szemszögéből pedig úgy, hogy egyik le, más, hogy olyan, hú, most tükrözve látom magam, tehát egyik le, másik le, másik fel, tehát még így látja, és úgy pont el tud menni a vonat. Tehát ennek kell történnie, hiszen semmelyik koordinátor rendszerben nem történt karamból, hogy ilyesmi. Tehát ezeket a paradoxonokat az egyidejűség relativitásával lehet feloldani. És akkor itt ugye azért még egy vad dolgot. Például, hogy egy rab meg akar szökni a cellából, és ő ki van képezve a relativitás elmélet dolgaiból, akkor azt látja, hogy hát, hogyha ilyen iszonyatosan gyorsan futok, mondja neki a rabtársa, akkor ugye a rabtársa, hogyha gyorsan fut az ember, akkor ugye összenyomódva fogja látni az ember, és annyira összenyomódhat, hogy esetleg kifér a rácson. De az azt mondja a rabtárs, hogy na jó, de ha én futok, akkor a cellát fogom összenyomódva látni, és nem fogok tudni kiférni. Na, és mi van, hogyha meg is megpróbálja? Mi van, ha a rabtárs azt mondja, jó, indulj el, én téged összenyomódva látlak, és akkor gyorsan kislisszansz, ő még azon aggodalmaskodik, hogy ő még a rácsokat fogja összenyomódva látni, és nem fog tudni kimenni, és közel veszekednek. Aztán végül kipróbálja, és mi történik. Hát három kérdésem maradt, gondolkodjatok el ezen, vagy hogyha nagyon érdekel, kérdezzétek meg Slidon külön, és akkor a kérdésfelébe tudok el kitérni, hogy az egyidejűség, hogy egyik koordináta rendszerben a egyik dolog előbb tud történni, mint a másik, holott egyikben ugyanakkor történik, ez az okokozati dolgokkal milyen kapcsolatban áll. Tehát ha valahol valami egyszer volt, az nem lehetett egymásnak az okokozata, akkor hogy lehet, hogy a másikban egyik megelőzte a másikat, lehet-e oka egyik a másiknak a másik koordináta rendszerben, nincs-e valami okokozati balhé ebben, vagy milyen feloldás. Ugye a másik kérdés, hogy itt a cellában mi fog történni, ha megpróbálja. A harmadik kérdés pedig az, hogy ha a gonosz bakter, vagy a gonosz manóbakter nem azt csinálja, hogy lecsukja az ajtót és visszaengedi, hanem lecsukja és úgy hagyja. És van az, hogy neki gondja az első ajtónak, akkor mi történik? Mit lát az egyik, és mit lát a másik? Ezek alapján ezzel lehet gondolkodni. Ha nincs meg, akkor a kérdésfelében nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket. Igen? Azt hiszem, nagyon sematikusan, nagyon nagyjából ez volt a relativitás elméletnek a főbb vonalai. Tehát, hogy a szimmetriai elvek voltak nagyon fontosak, eltumánségnek a kérdése volt nagyon fontos,
illetve két dolog, amire rájöttek, hogy a fénysebesség az minden koordinátorrendszerben ugyanaz, nem adódik össze meg, tehát nincs olyan, hogy amit világítok egy lámpával, és akkor C-hez hozzáadik valami, az mindig C. És a másik fontos dolog, hogy a C viszont egy véges szám, tehát nem végtelen. Ugye, tehát, hogy ez egy nagyon fontos észrevétel, hogy a fény az véges sebessége megy, ráadásul minden koordinátorrendszerben ugyanúgy, és az felborít mindent. És akkor egy kis szusszanásnak, még kérdez felek előtt, lenne egy ilyen Kahoot teszt a legutóbbi előadás mintájára. Itt annyi van, hogy előfordulhat, hogy a Kahoot teszten csak 10 ember tud részt venni, ezt nem tudom, hogy fog alakulni. Ez a leggyorsabb 10 ember fog tudni majd becsatlakozni. És a nyeremény az a szokásos házi sör lesz. De felhívom mindenkinek a figyelmét azért arra, hogy a 4 előadás vége lesz egy összesítő nagy Kahoot, amikor egy komolyabb nyereményt is lehet majd nyerni. Tehát mindenképpen figyeljetek, készüljetek, és akkor végén. Jó, tehát akkor néhány kérdés, jelentkezzetek be a linken, a 10 leggyorsabb. Bár az is lehet, hogy pont mindenki befér majd. Igen, hogyha saját magunkat nem számoljuk, akkor pont 10 vagyunk bent, úgyhogy hajrá! Jó. Akkor azért szerint közben elment 2-3 ember, na nem baj, ez is egy visszajelzés. Oké. Okay. Én 3-an már is jelentkeztek. Látok, hogy gyertek még. Teljesen vállalható kérdések lesznek. Heten vannak benn többiek, ez nem kötelező. Jó, akkor szerintem még 5 másodpercet várhatunk, aztán mehet. Nos, akkor hát akkor hajrá, fénysebesség közelében. Haladó vonat tetején bekapcsoljuk lámpát, mekkora fotonsebessége földhöz képest. Na. Bemelegítő kérdés. Nagyszerű, hát igen, ez teljesen tiszta. Akkor a önbizalom növelő kérdéskör lezajlott, és a VD vezető volt a leggyorsabb. Nagyszerű. Miért nem lehet érni a fénysebességet? Így van. Erről a képről még beszélünk. Sok szempontból is végzik. Így igaz, tehát végtelen energia szükséges hozzá, tehát egy véges tömegű emiatt nem tud felgyorsulni. Nagyszerű, következő kérdés. Mennyi idő alatt jut el egy foton a napból a földre? Tehát eltűnne a nap egyszer, csak mennyi idő után venni készre? Így van, tehát nagyjából 8 perc. Ugye a Hold az nagyjából 1 fénypercre van a nap, meg 8 fénypercre, nem, Hold 1 fénymásodpercre, a nap meg 8 percre, így van. Tehát ilyen meglepően sok idő lenne még fénysebesség is. Milyen színeket látnánk, ha előre haladnánk fénysebesség közelében? Hogy változnának a színek? Na, ez érdekes. Meg a tudatosan nem volt szó.
Na hát, így van. Tehát a kékesebb az nem rossz tipp, tehát kék felé tódik, de fénysebesség közében már annyira eltódik a spektrum, hogy nem biztos, hogy látható tartományban lenne. De aki kékesebb tippelt, az jó irányt tippelt. Mikor kapta Einstein a Nobel-díjat? Na. Így van, egy ember eltalálta, meglepő módon nem a relativitás elméleti kapta a Nobel-díjat, hanem a elméleti fizikában való munkásságért és a fotoelektromos jelenség magyarázatáért. Tosó. Na, mégis a Korina kedvence. Nem egyszerű. Ezek közül. Na, hát látom, elég eloszlottak a tippek. Igen, Orosz Imperiás Stout az egy kifejezetten különleges, hosszú öregedésű fekete sör. Na, hát gratulálok SBD-nek, nyugodtan jelentkeztet a nyereményért e-mailben, ami egy házi belga sör kifejezetten jól sikerült. Ja, csak az előző nyeremény se adtam még át, de majd sort vegyítünk rá. Nagyszerű. És ugye a három kérdésem, ez az utolsó bónusz kérdés, hogy Han Solo, amikor azt mondja, hogy az ezer éves sólyom másodszeres fénysebességgel halad, az ugye most már látjátok, hogy egyrészt nem lehet fénysebességi fölé menni. Egy. Kettő. Tegyük fel, hogy nagyon-nagyon-nagyon meg tudja közelíteni. Az a baj, hogy a univerzum egyik felére a másik felére még úgy át tudna menni, és ő tényleg úgy érzékelni, hogy pár másodperc alatt ott van, ugye a hossz kontrakció miatt. Ám de Leia hercegnőnek közben meg eltelne nagyjából 50 ezer év, mire oda eljut, hiszen egy például tejút még a galaxisnek a ilyen nagyságrendű a sugara. És hogyha egy fénysebessége is megy, 50 ezer fényévet 50 ezer év megtenni, ő rövidebbnek érzékeli, mert a saját ideje máshogy telik, de még odaér, addig eltelt a félvilág. Tehát sajnos nagyon sok szempontból végzik. És ugye az, hogy a csillagok elkenődnek, miközben megy, ez azért nem lehetséges, hogyha fénysebességre kapcsolsz, akkor is 8 perc még a napot eléged. Hát az nem kenődik el sehova. Tehát, ilyen mindig üssön eszetekben, amikor Science Fiction néztek. Jó, és hát amennyiben kérdés van, akkor hát szeretettel válaszolok, ha tudok. Igen, és az jutott eszembe, bocsánat, mond. Ja, hogyha a három tükrös kérdésre a végén esetleg érdekel a válasz, akkor is mondjátok, meg szívesen bemondom. Igen, szóval itt a tudományos felfedezések közepette meg a science fiction kellős közepén a Leia hercegnő számára valami fiatalító szérumot kellene kitalálni, hogy abban az 50 ezer évben ő frissen és üdén maradhasson, amíg Han Solo megérkezik hozzá. Nem egyszerű, de köszönöm. Science fiction-mel ugye, igen. Bármi, ott bármi megtörténhet. És akkor a Facebookos kíváncsiságot is köszönjük, hogy kielégítetted, Kornél, ami ott az esemény alatt ennek a kérdésnek a kapcsán felmerült. Egyébként érkeztek bőséggel, és volt, aki reflektált is, az egyik jelentése, de ő már 50 kilépett az unszobából, de szerintem ezzel kezdem. Bálint azt írta, hogy szerintem a valóság létezik, csak éppen az emberi tudomány annyira kezdetleges és határolt, hogy rejtély marad számára. Gondoltam, hogy megtiszteljük azzal, hogy elhangzik így is, nem csak írásban. Igen. Ha már ilyen. Ez egy jókos felvetés, igen. De azért vannak bőséggel lehetőségeink, és nagyon szépen köszönöm ezt az aktivitást. Azt kérdezi az egyikünk, hogy a gyakorlatban hogy vették észre az elektromágnesességnél, hogy nem érvényesülnek a Galilei-féle elvek. Megmérték, mert gyanús volt? Hogy gondoltak erre? Igen, ez nagyon jó. Tehát, hogy igazából ez, hogy a töltött valami mellette elmész,
és te ettől más a terítési érzékelsz, ez még akár véletlenül is megtörténhet. Tehát ez az a vicces, hogy ahogy az emberi kísérlet, ugye amikor elkezdtek az árammal kísérletezni, meg az első elektromos dolgok, akkor ugye ember össze-vissza kipróbálni mindenféle, hogy eszébe jut. Tehát ugye ez egy aktív kutatási terület volt akkor 1000 vagy 18. század után, és hogy akkor ez ilyen jelenségeket bőven észrevettek, csak később ugye beilleszteni ebbe, hogy a, meg egy ilyet észreveszel, akkor jó, följegyzett, de aztán beilleszteni abban a képbe később, hogy na jó, de hát várjuk csak, de eddig minden emélet úgy volt, hogy, a, hogy az inertő rendszereknek a megkülönböztetlensége, meg a Galileo és a többi, hogy akkor az hogy van, de igazából olyan, ott csak a 19. század vége fele próbálták ezt összegyúrni, meg aztán ugye, meg Maxwell, megcsináltam Maxwell egyenleteket, az véletlenül pont ilyen relativisztikusan helyes egyenlet volt, ugye az elektromosság és a mágnességet ilyen módon tette így össze, és abban amit benne van. Tehát ott mondt meg ez, és akkor ezt így leírták. De az nem volt összeegyeztető, addig klasszikus menni kell, amit később akkor a 20. század elején tették össze. De igen, ilyen viszonylag hamar észrevesznek, ez egy laborban nagyon könnyen kimérhető dolog, igen. Közben bátorítom a kérdezőket, hogyha nem, vagy szeretnének még kiegészítéseket a válaszhoz, akkor ezt nyugodtan jelezzék, szóval fel lehet szólalni, hogyha esetleg nem volt kielégítő. Itt többfelől érkezett az a kérés, a chatbe is, meg a szlájdon keresztül is, hogy a három trükkös kérdés feloldására, ha választ adnál, Kornél, akkor azt köszönnénk. Jó. Ugye elsőt egy idejűség, tehát én egyszerre látok valamit, másik koordináta rendszerben, aki valamilyen sebessége megy, azt látja, hogy egyik előtt történt, mint a másik, milyen helyzet a okokozatisággal, vagy röviden egy kauzalitással. És annyi történik igazából viszonylag egyszerű feloldásra, mert mondtam, hogy vannak a kauzálisan összekapcsolható, és kauzálisan nem összekapcsolható események. Ugye ez az, ami az ábrán, hogyha a 45 fokos egyenesnél, hogy így nektek utazom, tehát mondjuk egymás fölött voltak, akkor ugye az idő, az, tehát a hely az kicsi, eltelt idő az hosszú, tehát van ideje egyik a másikat okoznia. Hogyha pont 45 fokos egyenesen vannak, akkor az pont egy fényjel, ami egyik a másikba tud érkezni. Ha meg ennél meredekebb, akkor azt jelenti, hogy még a fény sem okozhat, fénysebességén gyorsabb, szóval fénysebességgel haladó jel sem okozhatja a másikat. Tehát nem lehet az, hogy van egy gomb, és akkor egy elektromos hullám elindul, felrobbant egy bombát, az, hogyha túl meredek a két pontot összekötő szakasz, akkor hiába nem ugyanabban az időben történtek, ez egyszerűen nem lehetett oka, hiszen bármilyen információs jel max fénysebességet terjeszthet. Na most, amikor nálam egyszerre történik a dolgok, és a másiknál meg eltolódik picit, az ez az eltolódás maximum annyi, hogy még mindig olyan meredek lesz a kettő közötti szakasz, hogy az okokozati módon nem összeköthető. Tehát valóban nem lesz egyszerre, csak hogy úgy képzeljétek el, hogy mondjuk az nem egyszerre lesz, hanem időben lesz közöttük egy másodperc, de mondjuk 10.000 fényév. Tehát akkor az mondjuk nem lehet egymásnak az oka, hiszen 10.000 év kéne ahhoz, hogy bármilyen jel odaérjen. Tehát ilyen módon az egyidejűség nem okozhat mégse okokozati dolgokat, hiszen ahhoz nem tud annyira. És hogyha nagyon-nagyon-nagyon gyors megy az egyik, és nagyon-nagyon nagy időtávolságot, tehát még akkor is ezen a tartományon belül magad. Tehát ez a feloldása. Hát a gonosz bakternak, hogy lecsüköm mindig két ajtót, aztán mégis belegondol a vonat. Ott meg ugye mindig a részletekben van az ördög, mert ugye az van, hogy a manuál tényleg azt látja, hogy lecsüköm mindig két ajtót. Tök jó. Neki megy a vonat, és ugye miután neki megy is lelassította, ezért nem látja meg összenyomódva, hanem így valahogy így elkezdi nagyobb meglátni, és így beleharmonikázódik a alagútba. Valami fura dolog történik. De ugye mit lát a vonat? A vonat azt látja, hogy jön az alagút, amiben úgy nem férne bele, és akkor a jön a vonat, így lesukja előtt az ajtót, így belegongyolódik, de ugye az a vicces, hogy a relativitás elméletben az is benne van, hogy ha megáll az eleje a vonatnak, akkor a vége az, hogy nem fog érzékelni a vonatnak, hiszen míg egy jel, hogy megállt a vonat eleje, hátulja volt, az is maximális sebességű lehet, ezért akármi van, a vonat hátulja, az beleharmonikázódik az elejébe. Hiszen nem tud más történni, és annyira beleharmonikázódik, hogy míg lecsukódik a másik ajtó, addig belegöngyölódott. Tehát mindenképpen ez kell, hogy történjen. És a végsősorban az lesz, hogy ott van bent a bezárt alagútban az összenyomódott vonat. De ez az érdekes, hogy
hogy nem vonatot képzelek el, hanem a világ legszilárdabb, nem tudom, acélrúdját, és az megy bele, akkor is hiába a legszilárdabb, hogyha elég gyorsan megy, vagy bárhogy megy, akkor az eleje megáll, hogy a hátulja tudja a rúdnak, ahhoz ugye fénysebességgel mehet max az információ, mert csak a rúdon belül hangsebességgel fog menni az információ, de most mindegy. Ezért nincs olyan, hogy egyszerűen a vége egy megáll, csak ezért ütközik, hanem mindenképpen kicsit utána fog löködni. Minden esetben. És a harmadik trükkös kérdés, a rab. Ugye ott meg az a trükk, hogy amit mondunk, hogy összetolódik a rúd, vagy a rab tolódik össze, és kifejön a rúdon, de ahhoz kifejön, még oldalaznia kell egyet a rabnak. Tehát ugye nem egy dimenziós itt a dolog, hanem itt megy egyikem, és oldalaznia, és az oldalazás közben oldódik fel ez a paradoxon, hogy igazából oldalazáshoz az kell, hogy kicsit befékezzen, bekanyagodjon, és akkor már nem ilyen lesz az egész. Tehát akkor már az egész alapfeltevés nem lesz igaz, hogy egyik is másik vitát, tehát akkor már egy több dimenziós valami ott tekerek. És igazából nem tud kijutni. Még a második trükkös kérdéshez érkezett egy további kérdés, hogy ez a rövidülés, gondolom a harmonikázásra gondolt András, ez ilyen fénysebesség körüli sebességek környékén alakul csak ki, vagy a normál sebességeknél is értelmezhető? Minden sebességnél értelmezhető. Emlékszettek, volt az a gamma számunk, az 1 per gyök alatt ilyen ronda izé. Ezzel a gamma számmal rövidülnek a hosszok. Tehát, hogyha 10 méteres rudam van, akkor ez a gammászok 10 métert fogok látni. Csak annyi van, hogy ott a gyakorlatilag V négyzet per C négyzet van, és hogy a V az ilyen akár 1000 méter per szekundum, tehát ilyen nagyon durván gyors hangsebesség háromszorosa is, akkor is a V négyzet per C négyzet, a C az meg ugye 300.000 kilométer per szekundum, tehát az arány annyira pici lesz, hogy ez a gamma majdnem egy. Tehát ilyen módon mindig van effektus, de hogy ezt lásd is, ahhoz a fénysebesség összemérhető kell mondjuk kétharmad fénysebesség, vagy egy tized fénysebesség, vagy ilyesmi. Köszi. Jöttek olyan kérdések, ami nagyon az alapokra kanyarítanak vissza, és aztán meg átfogóbbak kutatásokról, és hogyan illeszthető így a nagy történetbe ezeknek az eredményei. Szóval én az alapokkal kezdeném. Például valaki arra kíváncsi, hogy mindenkinek saját inercia rendszere van? Igen, tehát hogy ez azért trükkös, hogy az inercia rendszer itt is az, ami egyenletes mozgást végez, vagy áll. Tehát, hogyha én gyorsulok, fékezek, stb., akkor én magam nem vagyok egy inercia rendszer. De ugye abban a szempontból viszont, igen, hogy magamhoz képest, viszont én mindig állok, ugye, tehát ilyen módon. De hogyha meg ilyen sima egyenletes mozgásokról beszélünk, akkor mindenkinek a saját magához rögzített rendszere, az ő inercia rendszere, és igen, ezt így kell. Csak hogyha meg gyorsulások is vannak, akkor már kicsit más a helyzet, mert ilyen mondom, hogyha én gyorsulgatok, akkor a belső beleim is érzik azt, hogy gyorsulás van, és akkor az meg már nem inercia rendszer, ott meg ilyen mindenféle tehetetlen is ilyen lépnek fel, hogy centrifugális erők, nem tudom én. Ha már a gyorsulás hoztad szóba, akkor valaki egy esettanulmányt hozott. Zúzok az űrben, nagyon gyorsan kikapcsolom a hajtóművet, akkor lassulok? Nincs közeg ellenállás, nem? Mi van, ha újra bekapcsolom? Gyorsulok még? Mi a határ? Haha, nagyon jó. Bekapcsolod a hajtóművet, gyorsulsz, kikapcsolod, akkor azzal a sebességgel mész tovább, nincs lassulás, és tovább tudsz gyorsulni, csak hogyha fénysebességhez közel akarsz menni, akkor ez már irgalmatlan mennyiségű üzemanyag és energia kell, hiszen végtelenhez, ugye a végtelenhez tart az energia, az akkor, hol a kamera? A végtelenhez tart az energia, az azt jelenti, hogy ugyanilyen energiát kell befektetni üzemanyagból. Tehát, hogy igen. Mert van egy ilyen érdekesség, számtalan érdekes dolog van, de például képzeld azt, hogy ott van a földbolygó előtted, és ott lebegsz, és elkezdesz gyorsulni hátrafele, mondjuk G sebességgel, G, mint ahogy a 9,81 méter per szekundum négyzette, gyorsulsz elfele, de végig gyorsulsz, akkor azt látod, hogy a föld egyre kisebb, és egyszer csak így megáll a csökkenésben, és egy fix négetet látsz. És amikor megáll a gyorsulás, akkor egyszerűen eltűnik, meg ilyenek. Tehát ilyen, meg ugye ez az, hogy milyen színeket látok, ez is ilyen, mint a Doppler effektusnál is hasonló van, hogyha nagyon elkezdek gyorsan menni, akkor ugye
mint hogy a mentőautó is jön felé gyorsan, magasabb frekvenciákat hallasz, megy el mélyebbeket, ha gyorsan is szólni fel, akkor a magasabb frekvenciájú fényt látod, tehát elkezd kékülni minden, meg tolatsz, akkor még elkezd vörösödni minden, ugye vörös eltolódás, kék eltolódás. Csak azért volt gonosz a kérdés, mert ha még fénysebesség közel vagy, akkor annyira durván eltolódnak a frekvenciák, hogy ebben nem látható tartományban van. De amúgy van egy ilyen játék a neten, ezt nézzétek meg, mi is a neve? Talán pont ez a Speed of Light, vagy valami ilyesmi. És akkor ott föl kell szedni egy kis korongokat, és minél több korongot szedsz föl, annál kisebb lesz a fénysebesség, és egyre durvábban, hogy mész, és egy torzol el minden a fény, meg mit tudom, és így átéled azt, hogy milyen lenne így mozogni egy ilyen világban. Nagyon fura. Köszönjük a játékosságát ennek a kérdésnek. Érkeztek olyanok, amik kifejezetten a relativitás elméletre kérdeznek rá. Amikor a műholdak óráit állítják a relativitás elmélet miatt, akkor mihez állítják? Mi a standard? Mihez? Hát ugye egymáshoz, de amúgy meg a földi atomórákhoz. De ugye az nem a speciális relativitás elmélet miatt van, hanem az általános, az a gravitáció különbség miatti idő, hogy második következő adáson ugye erről lesz szó. Igazából az van, hogy nincs standard idő, nincs az idő. Mivel a felhasználása a műholdak által küldött infóknak itt van a Földön, a földi GPS vevőjén, autóban, stb. Ezért ehhez, a földi környezethez. És tudnál példákat mondani, ahol az időtér relativitását figyelembe veszik? Igen, ugye az összes részecske fizikai kísérlet ilyen. Tehát ott, amikor van a CERN és ütköztetik a részecskéket, és akkor két részecske összeütközik, és szép lassan, és nagyon sok részecske lesz belőle, az mind a relativitás elméletnek kell leírni. Ugye a műhold is jó példa, csak az már a kibővített relativitás elmélet, de relativitás elmélet effektusokat. Hát ugye bármilyen, technikailag bármilyen elektromágneses hullámzás, elektromágneses sugárzásban ezekkel kell számolni, csak ugye a Maxwell egyenletek alapból jól égják le, alapból relativisztikusra helyesen égják le. De ahol ezek az ilyen sebességek számottevőek, az részecske fizika. Alapvetően. Ja, mert ugye a csillagászatnak bármilyen észlelésében ezek mélyen benne vannak a megfigyelésében, a számolásokban. És az egész relativitás elmélet működik a kvantumvilágban is, vagy az más tárgyvészta? Hát egyrészt ugye ez a speciális relativitás elmélet még rendben van. Tehát, hogy a kvantum téremérteket relativisztikusan le tudod írni, ez jó, a standard modell az így épül fel. Tehát az tényleg, tehát a fénysebesség közel mozgó részecskéknek a fizikája, az tök jó, az kvantum teremetik írják le, standard modell. Az általános relativitás elmélet, vagy gravitáció beleszövése nem megy. Volt, aki szerintem itt a Han Solo-s példához kapcsolódóan feltette azt a kérdést, hogy mik azok a tahionok. Aha, jó. Ugye az van, hogy aminek véges tömege van, bármilyen részecske nem tud fölgyorsulni fénysebességre, de fölé meg összevő, ugye végképp nem. A fotonok meg ugye, hát úgy mondják, hogy a nyugalmi tömege nulla, ez nem kicsit mondja, de hogy az a fénysebessége van, mennek, és csak azzal tudnak menni, ez a lényege. De az elmélet, ha pusztán matematikailag konstruálod meg, akkor megenged olyan dolgokat, olyan objektumokat, amikor minden szimmetria törvény így igaz, ám de úgy működnek, hogy fénysebességnél gyorsabban mennek, és nem tud alá lelassulni. Na most ezek az a poén, hogy ezek ilyen teoretikus, tehát elméleti részecskék, azért, mert definíció szerint nem tud észlelni soha. És ugye ez van a poén, hogy mivel ugye, tehát nagyon sokféle anyag létezhet a világon, de hogyha mondjuk olyan anyagból van nagyon sok, amit egyszerűen elméleti szinten sem, definíció szerint sem tud sosem detektálni, akkor azáltal nem szoktunk foglalkozni, meg azt mondjuk, hogy nincsen, ugye elég lazán mondva. De ugye a tahénok, azok tényleg a speciális kvalitásában pedig kijönnek, olyan ilyen exotikus részecskék, amik fénysebesség fölött élnek, és nem tud alá lelassulni. És ugye az összeg, hogy benne lenne a sci-fi-ben, meg a fénysebesség alatti részecskéknek az ideje az normálisan homogén módon előre telik és kész, a tahérok meg tudnak, azok meg visszafele mennek így. Tehát fénysebesség gyorsabb, és visszafele menni az időbe, és nem tud ellassulni. Bármilyen, amikor valaki ilyen jövőt lát, vagy ilyenek, vagy jövővel kommunikál, mindig a tahion fizikát benyomják ezt a szót, és akkor oké, de alapvetően ugye észlelhetetlenek, ha léteznének is.
És nagyon szeretem, ahogy továbbfűzitek itt a hallgatóság felé most így a kérdéseket. Tehát, ha Han Solo fénysebességgel utazik, akkor a hozkontrakció miatt nem mosódnak el mégis a csillagok, vagy egyáltalán nem lát színeket? Hát igen, valószínűleg színeket ilyen módon nem látna a spektrumok eltolódása miatt, de ugye Max azt látná, tehát a hozkontrakció. Igen, igazából teljesen igaza van a kérdezőnek, mert hogyha összekontrakálódik az univerzumnak az a része, ahol át akar menni, akkor lehetne ez, hogy elhasít, mert igen, ez lehetne, de valószínűleg nem, ezt így nem észtelni, tehát csak képzeljétek el azt, hogy hogy elmenjen mellette egy ilyen fénycsóval, az azt kell, hogy minden pontban a foton odaérjen már hozzád, és hogy te fénysebesség közelében mész, ez nem biztos, hogy úgy teljesül. De így van, tehát az, hogy 8 perc odaérjen a napig, ez a külső megfigyelő, most nyilván Han Solo fénysebesség közelében megy, akkor a kontraktívmető valóban gyorsan meg látja, de technikailag nem igazán látná úgy a napot, ahogy az úgy valóságában létezik. Igen, ez jó összkevétel. Köszönjük. Nagyon egyszerűen, mi a különbség a speciális és az általános relativitás elmélet között? Igen, ugye annyi, hogy az általános relativitás elmélet az figyelembe veszi, hogy van, hogy a... Igen, speciális az, ugye van a téridő, amikor beszéltünk, és a téridő teljesen homogén, minden ugyanolyan, és akkor jönnek ezek a kis trükkös ábrák, amit mutattam. Na, az általános, az abban trükkösebb, hogy a téridő nem teljesen ugyanolyan mindenhol, hiszen ahol tömeg van, meggörbíti a téridő szövetét. És akkor, hogy tehát lokálisan, az adott ponton mindig a speciális keletés elmélet az működik, de hogy az egész téridő az össze-vissza változik a tömegek függvényében, amivel terjednek a fényjelek, meg mit tudom én, és erről szól, hogy a tömeget az hogy veszed figyelembe. És annak az lesz az alapgondolata, hogy nem tudod megkülönböztetni azt, hogyha liftben vagy, hogy a lift az gyorsul fölfele, és ezért nyomódsz a padlónak, vagy csak hogy egy gravitációs mezőben vagy, és lefelé húzik a gravitációt. Nem tudod megkülönböztetni. Lesz egy ilyen ekvivalencia dolog. És ugye egy gyorsó testben meg tudjuk, hogy ugye idő így meg úgy meg amúgy máshogy telik, és ebből jött valahogy az ötlet, hogy akkor a gravitáció is ugyanilyet okoz, és köszönjen, hogy lehet ezt matematikai jól érni, és akkor geometrizálták a téridőt, és ez már nagyon-nagyon fura dolog, majd beszéljek róla a következő adáson. Az tényleg nagyon érdekes, de ennyi, hogy a gravitáció benne van, és görbíti a téridőt. Valaki az előző esettanulmányhoz hasonló kérdést tett fel, műfaji szempontból. Milyen körülmény kell ahhoz, hogy valaki egy nappal fiatalabban jöjjön vissza a rakétával? Elérhető lenne ez technikailag 20-50 éven belül? Egy nap a fiatalabban. Ugye... Hát... Ugye az, hogy ahhoz nem kell annyira vészesen gyorsan, de már minden. 20-50? Hát ez fogalma sincs, ugye. Ugye az van, hogy ugye ahhoz lehet, hogy elég lenne már, nem tudom, fénysebesség harmadával menni, ugye, hogyha megnézzük azt a képet, akkor ott már egészen értelmes számok jönnek, de fénysebesség harmadával még mindig nagyon durva. Tehát az azt jelenteni, hogy ugye a Marson perceken belül ott vagyunk, meg ilyenek. Tehát ugye, az azt mondod, hogy most az van, hogy most ugye Marsra elérsz, ez legalább 3-4 év, vagy egy. De lehet tudod képzelni, hogy akkor milyen űrhajó kéne ez. Hát nem tudom, kicsit távolnak, inkább lehet pár száz éven belül inkább, lehet tudom képzelni. Tehát persze, nem tudom, Einstein is azt mondta, hogy a gravitációs hullámokat soha az életben nem fogják detektálni, ugye ő írta először, hogy van ilyen. Ez eltel 100 év is, de hát én nem akarok én nagyokat mondani, hogy... de az nagyon messze van. Tehát ugye a fénysebességnek akár csak 10-et elérni, ugye az 30 000 km per szekundum, az egyenlítőt egy másodperc alatt körbe mész, az olyan gyors. Tehát, hogy az szerintem az igmai távoli. Hát vagy azt csinálod, hogy nem mész olyan gyorsan, de nagyon sokáig, tehát ilyen évtizedekig mész egyik ember, aztán meg visszafordulsz, akkor lehet, hogy lesz ilyen, igen. De. Ja. Köszönöm szépen a kérdezőknek a most bedobottakat, ezennel így leállítom a sort, mert különben kifutunk az időből, de valaki azt dobta még be, hogy van a 3 plusz 1 időn kívül több dimenzió? Igen, egy kérdés.
Következő. Nem, válaszolok azért. Hát ugye a csomó modell van. Ugye ami a részüke fizikai standard modell plusz általános relativitás elmélet, tehát ami egy ilyen nagyon-nagyon jól leír tág, tehát ez a modell majdnem minden jelenséget leír, ott 3 plusz 1 van. Na most a kvantumgravitáció az nehéz kérdés, mert modellt is nehéz csinálni, meg ellenőrizni se lehet, mert fekete lyuk belseje kéne hozzá, vagy valami ilyesmi. És akkor ott mindenféle elméletek léteznek, például ugye a Hoover elmélet, ami feltételez még több fizikai, több térdimenziót is, amin belül ezek a húrok izé, de ez több térdimenzió, ha van is, annyira ilyen kicsi, vagy hogy mondjam, tehát mintha az lenne, hogy háromdimenziós világban élünk, de végig egy ilyen egy méter magas plafon van, és akkor azt a plafont is csökkented, és akkor végén háromdimenziós ugyan, de a harmadik dimenzió így be van fagyva, annyira pici, hogy nem számít, kicsit ilyen fura. És ezek a fizikai dimenziók is ilyenek lennének, amin belül mindenféle trükkös fizikai jelenség van, amit be tudnak ilyen kvantumgravitációs izékat akár számolni, meg ilyenek. De az egy modell, és annak nem igazán van jósló ereje. Kísérlet nem igazán van rá, ezért már 40 éve hegezgetik, de nem. Nagyon jó az alapötlet, csak ellenőrizhetetlen. De ez olyan, hogy ugye ez, hogy mi van, mi nincs, és soha nem tudjuk, ez a valósággal kapcsolatos megjegyzése nekem valakinek egész jó volt. Annyit tudunk, hogy csomó mindent megfigyelünk, csomó jelenség van, amit tudjuk, hogy van, csinálunk modelleket, és most a modelleink kb. Mindent jól leírnak, amihez elég a 3 plusz 1. Tehát ezt itt tudom mondani. De most van-e még másik 100? Ugye van ez a, hogy milyen anyagok vannak, és akkor van a dark matter, ugye ez a sötét anyag, a baryonic matter, a baryonikus, de van a doesn't matter, ami nem számít. Ugye lehet, hogy mi van 100-féle exotikus anyag, amit soha nem fogjuk detektálni, vagy lehet, hogy egyszer csak igen, de most nem. Most a modelljénk elegendőek. És ugye ennyit lehet mondani, tehát a Newton sem volt hülye, ő modelli teljesen jók voltak, kisebb sebességekkel is kész. Sosincs vége, tehát nincs önjegyes modell. És ugye mi az, hogy valóság, azt meg csak tényleg, azt tényleg korlátol, tehát az emberiség, amit összesen valaha észlelt, azt gondolja, hogy valóság, de hogy a kozmikus esemény horizonton túl mi van, mert mit tudom én, ez. Vagy lehet, hogy ezekre is majd az a kategória lesz érvényesíthető, amire azt mondtad, hogy ezeket vagy mélyen megérteni, vagy megszokni lehet csak. Igen, igen, tehát. Jó, mielőtt itt átmennénk metafizikai magasságokba, bár én ezt nagyon élvezem, inkább beolvasom még azokat az átfogó kérdéseket, amiknek az egyike például arra vonatkozik, hogy mi történik, ha ma valami újat fedeznek fel, igyekeznek beleilleszteni a nagy képbe? Mi a tudományos hozzáállás a fizikában ma a szokatlan felfedezésekhez? Lehet, hogy ez még ahhoz kapcsolódott nagyon az elején, hogy gyanús volt, tehát hogy a gyakorlatban igen. Hogyan... Igen, hát hogyha hogyan állunk az ilyen... Mi volt a pontosan fogalmazás, hogyan állunk a... Jaj, közben itt szerintem Dávid kivette a pontos megfogalmazást, de azt is gyanítom, hogy ezt a kérdést ütette fel, úgyhogy akár újra fogalmazhatja. Tehát, hogy igyekeznek beleilleszteni a nagy képbe, vagy hogy hogyan áll ma a fizika ezekhez a szokatlan felfedezésekhez? Hát nagyon örülünk neki, tehát, hogy minden szokatlan az jó. Tehát ez király. És most amúgy picit pont az van, hogy a részecske fizikára tudok nyilatkozni, hogy az úgy áll, hogy bántóan jól leírja, amit megfigyelünk. Van néhány dolog, ami úgy... ugye a sötét anyag kérdése volt, vagy a neutrinóknak, hogy van tömege, mindegy, és egy-két ilyen, hogy mondták, hogy ez még meg kell mondani, ez mindig örültnek, hogy na, oké, mert ez végül az, hogy minden megvan, akkor az nem jó. Arra nem lehet ösztöndíjat pályázni, ugye. De és ennek nagyon örülünk, és pont az volt, hogy akkor fú, belélik a képbe, ha igen, milyen kiterjesztése, és ez valami teljesen úgy kell, ez mindig nagyon motiváló. De ezt mindig úgy kell csinálni, tehát, hogy a nagyon durván nagy paradigma váltás az vagy nem igazán, vagy nagyon ritkán. Meg ugye az van, hogy a mostani modelljeink is piszkosul jók és erősek, és ugye bármi új van az új modellünknek, azt mindig vissza kell tudni adni a régit. Tehát annyira nagyon más nem lehet, vagy hogyha mégis nagyon más, ugye amit itt igen, amit a Gyuri itt beírt, néhány dolog hiányzik, ugye azért nagyon nagy mondás, mert ott, ugye azért volt paradigmaváltás 1900-es években, mert klasszikus medikában minden megvolt, és nem voltak olyan megfigyelési kísérletek, amik az új világra rányították volna az ablakot. Ugye ez volt a relativitás elmélet és a kvantummechanika.
és volt két jelenség, amit így, jó, azt mondom, emlékezzük valahogy, de aztán vége, és az a két jelenség kiderült, hogy az nagyon durva, aztán mellé fejlődött a kísérleti technika, minden, és akkor kijött egy teljesen új világ, de ez a relatívitás emlék, és mondtam, hogy ugyanúgy visszaadja a klasszikust is, tehát azt is le tudja írni megfelelő határesetekben, mondjuk. És most is egy ilyen történhet, hogy esetleg a kísérleti eszközeink úgy fejlődnek, hogy valami teljesen új jön ki, és akkor örülünk, hogy akkor kiterjeszteni kell, teljesen más modell, új matematikai formalizmus, ugye kvantummechanikával ez történt, hogy teljesen új matematikai formalizmus volt, ugye a realitás elméletben nem volt új matematikai formalizmus, képetek lettek mások, itt meg egészen új volt kvantummechanikában, és csak most a egészségi fizikában az volt, hogy a technikánk az ott tart, hogy nem, nincs olyan technikánk, amivel várhatóan új jelenséget tudunk kreálni, például szuperszimmetrikus részecskéket, vagy ezeket a Hubble-elméletes dolgokat, az már olyan energiákon kéne dolgozni, amit nem tudom megcsinálni. És ha bármilyen új modellünk van, azt nem tudjuk kísérletileg validálni. Tehát, hogy ezért nehéz. De a gravitációs hullám téma az például nagyon jó, mert az új, esetleg hozhat új infókat, fekete lyukakról, tehát többi, hogy ez jó. De mi örülünk ezeknek, és általában a nagyképe beillesztés a cél, vagy a nagyképnek a meghegesztése, vagy hotoldása, de nagyon, tehát egy örülnék egy paradigmaváltó, akárminek is amúgy, mert tudjuk, hogy a egészségi fizikai standard modell az nem teljesen ír le, tehát nem matematikai nem önkonzisztens, ez most, de ezeket itt tudjuk. De üdvözöljük mindig az ilyen nagyon új vad dolgokat. Bár mindig borzasztóan szkeptikusan, tehát hogy ezt tegyük hozzá. Nagyon nagy a fék. Ide becsatornázom a saját kérdésemet, hogy mi volna olyan felfedezés, ami mondjuk ma a fizikában, részecske fizikában, ami mondjuk a Newtonhoz képesti einsteini elmozdulás. Szóval mi jelenteni pontosan ezt a paradigmaváltást? Hát ez, látod, egy jó kérdés, mert hogy az van, hogy ez az, amit nem lehet megmondani. Ugye a világban minden olyan folyamat, ami igazán jelentős, az megjósolhatatlan előre. És mindenki meg tudsz jósolni, ez valójában annyira nem nagy dolog. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy felfedeznék egy szuperszimmetrikus részecskét, a Hubble-elméletből a húrokat, vagy akármit, az nem paradigmaváltás, hiszen már van rá modell, ugye. És ugye ez, hogy Newton ezt nem tudhatta, hogy de nem volt az, hogy Newton nem mondta azt, hogy már minden megvan, de hogyha nem tudom, valaki bedobná, hogy az idős van szokvalódik, akkor nem tudjuk, hanem egyszer csak majd jön egy jelenség, és akkor csak így nézzünk, hogy akkor ez mi. Bár ugye, és az is azért nehéz, meg a technikánk, tehát a számítógépek, a mesterséges intelligencia, a neurális hálók, meg mint egy olyan új eszköz, hogy megjósolni nem tudom, hogy ez miket fog csinálni, miket nem fog csinálni, meg a megértésünk, hogy változik. Egy 1900-as években a megértése a tudós társadalomnak, hogy mikor értünk valamit, az más, mint ma. Tehát, hogy ma már kollaborációk van, és 1000 fő dolgozik egy problémán, már nincs olyan, hogy akkor ez kinek az ötlete volt, hanem valahogyan nem beszélve a szuperszámítógépekről, amik szimulálgatnak, akkor mi tehát szuperszámítógép kiszámol valamit, akkor mi ezt értjük? Ez nagyon nehéz mondani, szerintem nem tudom, mi lenne az jelenség, ami ilyen lenne. Megnyílne egy féregjárat valahol. De az is, hogy arra is hallottunk meg, csak így nagyon jó lenne, ha lenne, de... Köszi. Valaki amúgy így erre az évre szűkítve kérdezi, hogy 2022-ben mi az a nagy kérdés, amire az elméleti fizikusok keresik a választ, vagy a fizikusok etól. Uh-huh. Igen, hát most az asztrofizika ez nagyon, nagyon megy, tehát hogy a fekete lyukak összeolvadásának dinamikája, mi van egy neutroncsillag belsejében, ugye ez a mutkihoz, univerzum kozmológia nagy kérdései, ezek az asztrofizika nagyobb. Hát a részecske fizikában a sötét anyag kutatás, az, amit már régóta probléma, tehát hogy azt nem tudjuk, hogy van, csak nem tudjuk, hogy mi a fizikája. Ezek az ilyen nagy ilyen témák. Most persze van egy-két ilyen részecske fizikai technikai dolog, amikor még ilyen 1 millió dollár díjak is ki vannak tűzve, ilyen matematikai problémák, hogy ha azt valaki megoldja, ezek már elég technikaiak igazából. Ugye az erős kölcsönhatás leíró elméletnek az ilyen teljes megoldása az nincs meg, például, de azt csak így tudunk számolni ezt, az, de
vagy a... Hát igen, ilyesmi. Igen, neutrínók, ugye ezek a legkisebb semleges részecskének a tömegének az eredete. És csak mondom, egy fizika meg kicsit így belassult, mondom, a kísérleti alátámasztás miatt. Mondom, szerintem itt ezek a szuperszámítógép neurális háló témák majd valamit itt dobnak, tehát itt lehet, hogy olyan új megismerés lesz a világnak, ami mesterséges intelligencia, amit nem is látunk így előre, ugye. A világnak a Mégő László után szabadon megismerési módjai, ugye a természettudomány, a mágia, misztika, vallás és művészet, és akkor még a hatodik még mellé tolott, hogy ez a mesterséges intelligencia és egy olyan fajta megértést ad, amit nem igazán értünk meg, de valamit adhat pluszba. Meg a logika és az intuíció. Hát nagyon-nagyon izgalmas. Gyuri, És, kiegész. igen. Bocs, mond. A QCD fázis átalakulás, köszönjük, Igen, hogy azon ez szenvedünk így. már 6 éve. Ja, igen, de az is olyan dolog, ami a univerzum keletkezésénél, neutroncsia belsőben, a kvarkanyagnak a viselkedése, amilyen ez egy nagyon izé. De amúgy meg, ami nagyon, nagyon nagy témák, ugye azok meg az alkalmazott igányok is lehetnek, ugye, kvantum számítógépek, gondolat, az egy nagyon, nagyon, nagyon megy, már vannak ilyen, tudom, 10 bites kvantum számítógépek is, akkor már egész jó, mert, tehát ugye, de az alkalmazott, az érdekes. A nagy alapfizikában mindig ez, hogy a kozmológia kérdése, a univerzum tágulása, fekete lyukak, van-e új részecske, mi az a sötét anyag, mi az a sötét energia. Igen. Köszi. Itt még az előző kérdéshez kapcsolódóan dobta be Dávid azt, hogy a paradigmaváltás az tulajdonképpen nézőpontváltás, hiszen a dolgok eddig is voltak. Igen, a paradigmát úgy képzeljétek el, hogy a klasszikus mechanikából a kvantummechanika lett, hogy a klasszikus mechanikában a mérés meg a mennyiség az össze van kapcsolódva, ezt égezik, megmérem mennyi a tömege, akkor a tömeget fogom megmérni. Tehát ez nem... Tehát ez így van, és kész. És kvantum ettől szakadt el, hogy azt mondta, hogy a mennyiségem az igazából egy valamilyen, hát most ezt hogy lehet megfogalmazni, az eddig egy skalár szám. A skalár az azt jelenti, hogy az bármilyen transzformációt csinálsz, amikor beszéltük, az magad a tömeget, hogyha elfogadom a világot, algéptolom, az egy szám, az nem változik. Ugye? És akkor a kvantum pedig ezekből ilyen úgynevezett ilyen operátor csinált, ez most teljesen mindegy, ez mit jelent. Ez egy ilyen nagyon fura matematikai objektum, amiből az származik, hogy amikor megméred, akkor nem egy konkrét számot mérsz, hanem valamilyen valószínűsége valamit. Tehát az energia, a hely, impulzus, stb. Ezek olyan mennyiségek lettek, amit hogyha mérsz, akkor nem a konkrét számot mérsz, hanem valamilyen valószínűség eloszlással mérsz valamit, és nem bizonytalan az egész. Ez egy teljesen új, tehát ilyen egy paradigmaváltás például, amihez egy új matematikai konstrukciót találtak ki, ilyen mégis utasításokat, hogy akkor hogy lehet megmérni is az hozzászokott képlettel, de az valami egészen vad, hogy az, hogy akkor ez, akkor mi az, hogy mennyiség, meg mit tudom én, és akkor teljesen szétvált az egész, hogy mégis mennyiség, meg eredmény, meg izé. Na, az például egy ilyen volt. Tartsatok még velünk ebben az elkövetkezendő 3 percre, maradt 2+1 kérdés. Uh-huh. Az egyik az, hogy a mai előadás témája megjelenik a hétköznapi életedben, ami nem munka, vagy ez annyira hétköznapi, hogy a klasszikus fizika írja le. Várjál, igen, tehát itt szerintem a kérdező arra gondol, hogy úgy a hétköznapi életedben, mint szóval, hogy nem a munkádban igazából, zárójelbe tettéve egészítette ki ezzel a kérdését. Én nem a munkámban a relativitás elmélet? Hát nem tudom, hogy erre lehet, vannak ennek igen? Tehát, hogy ha tudná pontosítani a kérdést feltevő. Ha Anonymous felfedi magát, akkor azt megköszönjük. De ha nem, akkor ugrunk a következő kérdésre. Vagy ez annyira hétköznapi, hogy a klasszikus fizika foglalkozik vele? Azt hiszem, ez volt a kérdés második fele. Igen, amúgy a definíció az, hogy a klasszikus fizikát igazából úgy szoktuk érteni, hogy nem kvantummechanika. Ilyen módon a relativisztikus fizika is lehet klasszikus fizika, tehát az is, hogy kicsit relativisztikus klasszikus fizika, meg van relativisztikus kvantum. Uh-huh. Ilyen módon a klasszikus fizika írja le amúgy a relativitást, ilyen értelemben, de
tehát hogy mondjam, ilyen főzéshez, mert takarításhoz nem szoktam alapvetően használni, ha így, meg igen, nem. Ez tudományos alága az életemben inkább. És én az utolsó kettőt összevonnám, ha bár nem egymás után érkezett be. Hogyan lehet az űrhajók sebességét fejleszteni, mi az irány, és hogy fog-e a kisfiad Timót űrutazni? Én nem tudom, ugye ezért nem értek. Tehát, hogy ezt fejleszteni, Elon Muskot kell megkérdezni meg a, ezeket, mert abban látok valamit, amikor ilyen van egy ember, akinek pénze van, meg hülye ötletei, meg nagyon jó mérnökei, és akkor így csapatja. És kidobja egy Teslát az űrbe, tényleg ez poén. Tehát ilyen emberek kellnek, ez kell ahhoz. Meg ebben sok hülyeség is fog születni, de valószínűleg nagyon jó ötletek is irányuk is, hogy nem óvatoskodik. Meg hogy ő mondja, hogy a Marson fog meghalni, tehát hogy ez ilyen érdekes. A Timót nem tudom, ugye most is van már ez a Hunor űrprogram, ami lehet jelentkezni, ugye nekem, akinek ajánlottam a könyvét előző adáson, hogy jelentkezettem a programba, és izgatottam várom, hogy bejut-e. Tehát vannak ilyen lehetőségek, én nem tudom, ha akar, akkor, tehát szerintem ezek reális lehetőségek vannak ma már. De ha nem Mars meg ilyenek, inkább egy ilyen űrprojekt pár, mint egy hónapra kimenni az űrbe, betenni egy ilyen földlabdába egy magot, hogy merre fog kinőni a növény, meg ilyenek, hogy az nem mindegy. Egy gravitáció miatt tudja, hogy merre kell kijönnie, és akkor anélkül mit csinál. Ja. A fizikuma megvan hozzá, tehát amiket csinál, na mindegy. Akkor a következő szakestre elhívjuk majd Elon Muskot, 20 év múlva meg Timótot vissza az űrből. Rendben. Vissza az űrből, jó. Köszönjük szépen, Kornél, meg köszönjük a kérdéseiteket is, nagyon izgalmas beszélgetés kerekedett. Köszönjük Janinak és Varga Dávidnak az első két emotikont, úgyhogy nyugodtan lehet tapsolni, meg ujjongani, meg örvendezni. És nincs meg most a fejemben a pontos dátum, de gyanítom, jövő hónapban találkozunk legközelebb. És mindenféle Facebook csatornán, meg Instán kövessétek a hirdetéseket, illetve onnan fogtok tudni tájékozódni a következőről, és azt is ajánlom szeretettel, hogyha esetleg valamilyen érdeklődő barátotok, ismerősötök nem tudok ma este velünk tartani, akkor a Megdesznek a YouTube csatornáján visszanézheti és hallgathatja az előadást. Szingbahadur Dávidnak üzenem, hogy írjon Kornélnak a házi sör ügyében, hiszen ő nyerte a ma esti Kahootot. Az előző nyertes, az nem tudom, hogy ki volt, de hajrá neki is, és kíváncsiak vagyunk így az össz Kahootnak az ajándék nyereményére is, Kornél, hogy mivel készülsz, de ez majd a fél év végén kiderül. Igen, igazából el lehet mondani most, de lehet, hogy csak a végén, igen, hogy izguljatok amúgy. Legyen izgés, jöjjetek el a következő alkalommal is, meg az utáni igen. Alkalommal is. A következő alkalom, hogy a fekete lyukok általános galaxitása miatt interstellár igaz, nem igaz. Ja, tehát az, tehát mondom, ez a legtechnikai, az megint ilyen nagyon sok fanfektes lesz. Akkor ez alapján hívogassuk az ismerőseinket. Talán egy ilyen közkedvelt téma az, ami bejön majd. Köszönjük szépen! És most lesz egy outro, kicsit ahhoz hasonló zene, mint az elején, és aztán ezzel búcsúzunk, és találkozunk jövő hónapban.